Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok! Megérkeztünk máma, tegnap. Tegnap nem volt live, ma itt vagyunk, élünk és virulunk, és bosszút forralunk máma. Elkezdődött a háború, nagyon nagy darák lehetnek. Remélem nem leszek béna, mert ha béna leszek máma is, akkor hú, de rossz. Nagyon nagy darák lehetnek. Jaj, várjátok, egy kicsit a hangot le kell venni. Sziasztok, szép estét! Cső, de kukorica cső, de beleesett ő a fazékba. Várjál, kicsikém, még fiatal vagyok, szerelmes vagyok Tomásba, köszönjük. Köszönjük szépen. Hello, jó estét mindenkinek. Hello, flagmapával lájkvadász. Köszönöm, nyomjatok egy lájkot, ha tetszek. Hello. Na, énekelek, Laura, bocsánatot kérek szépen. Ezt vártam egész nap, örülök neki, sziasztok. Jól vagyok, köszönöm szépen. Hello. Remélem jól vagytok máma. Szia, imádom a bolond fejet, köszönöm Miringo, nagyon kedves vagy. Szia Niki, hello, na, jó sörözés. Szia Jani, köszönöm a kezdő támogatást. Hihetetlenek vagytok. Köszönöm. Aki ma csatornatag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap. Köszönöm. Nem lesz tagcset, mert tudtok viselkedni. Sziasztok. A mai videó remélem tetszett nektek. Jó volt, szép volt. Végre. Na, szia Szili, hello, rég láttalak. Köszönöm a 3. havi tagságodat, vagy ma lehet, hogy a 4. havi, vagy a többi. Ma mire gyűjtünk? WC pumpára. Jó? Oké? Okay. Na, hiányozták, köszönöm, Szilvike, a 200 forintos támogatást. Hihetetlenek vagytok. Köszi, Dominik. Dominik, WC-papírra küldted a pénzt már megint? Igen, most, és van egy vadállat szponzorunk, 100 euró szponzorunk, és ma lett egy elit tagunk is, vagyis nem új, második havi elit tag, a Niki, köszönjük szépen. Köszi, közmunkára lett. Roli, még kaptál közmunkát, te állat? Hello. Ma harc lesz, Gomorrával lesz harc, bízunk benne. Meg kell őket támadni, mert ottkó elég durva a harc volt. Most jöttem. Köszönöm Roland, cső. Szia Bogi, sziasztok csatornatok, moderátorok, nézők, szia Jay. Igen, emlékszel, Jay, te honnan emlékszel ilyenekre, te állat? Még nem vettünk be a tagfelvétel, még nem tudjuk mikor lesz. Jó, szia GTA Man, szia Gergő Marton, szia Nátran Álmos, hello. Gomorra összeállt a Kingsman. Igen, ezt már kiderítettük, ugye? A múltkori adásból, a tegnap előtti adásból. Hát kíváncsi leszek. Szia Martin. Mire gyűjtünk? WC-pumpára. Hello Benny. Jó napom volt, köszönöm szépen. Nem sokára kezdünk, tudjátok, hogy beszélgetéssel kezdünk. Nyomjatok egy lájkot, flagmapával lájkot. Azt mondjuk, hoztam be magamnak ilyen kakaót. Nézzétek meg ezt a szép bögrémet. Ez ilyen karácsonyi. Ilyen karácsonyi hangulatom lett rögtön. Sziasztok! Szép napot, Dani, köszönöm szépen, nektek is szép napot. Sőt, Dani, végül a sorozat következő, így van, a sorozat következő része folytatódik. Az a helyzet, hogy lesz egy-két szomorú hírünk máma. Ezt OC tudom, de szeretném, ha IC tudnátok, meg ti is így játékba. Nagyon depressziós voltam ez miatt tegnap. Cső, Homis, te állat! Homis, neked is megérkezett a bögre? Remélem. Mi volt ma az ebéd? Mi volt ma az ebéd? Hát a tegnapi csirke. De én vagdalt húst tettem, képzétek el. Köszönöm Máté, kedves vagy, köszönöm a 400 forintos támogatást. Jó, örülök Homis, jó. Na, úgyhogy lesz egy-két rossz hírünk máma. Gyerekek, nagyon vágjuk magunk alatt a fát. Na, így szokták mondani? Igen, vágjuk magunk alatt a fát. Eléggé kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy szükségünk lenne valakire. Ugye ott a szövetség, de hát nem szóltunk mindig nekik. Kezdjünk legyengülni, kevesebben lenni, és hát folyamatosan kapnak el minket, és ez nem tudom, hogy jó-e. Úgyhogy... Nehéz. Teljesen rosszul érzem magam már néha. Hello. Rossz híreket hozol nekünk. Jani, reméljük, hogy ma szétdarálunk mindenkit. Tagfelvétel kell, így van. Igen, megint egy ember ki lett székházva, gyerekek. És én ezt már nem bírom feldolgozni. Szép estét, egy nagyon-nagyon szeretett emberünket cékázták ki, és hát rosszul vagyok egy kicsit. Rosszul vagyok. IC-be lehozzák nekem a srácok szerintem. Érdekes.
Minden esetre érdekes. Kemény, gyerekek, lehet, hogy rajta, rám kerül a sor mostanában már. Lehet, hogy rám fog kerülni a sor. Mostanában nem akarom elmondani, játékban fog ez kiderülni. Sziasztok, köszönöm szépen. Aki csatornatag lesz, máma 2 darab dedikáló kártyát kap. Patrik, köszönöm, hogy ma tag lettél. E-mail címet írjál akkor, kérlek szépen, jó? Nem, ez várható volt, srácok, lányok. Köszönöm, Lintó. Nem Tony, megnyugtottlak, nem Tony. Nagyon, nagyon durva, vadásznak ránk. Ez várható volt, hogy vadászni fognak ránk, ez a játék lényege, ugyanúgy attól, mert köszönöm Bogi, kedves, hogy kitartást kívánok Bogi, attól, hogy mi itt játszunk, meg megvártok, meg minden, a szabályok ránk is érvényesek, minket is cékázhatnak, engem is. Ha engem cékáznak, akkor srácok, lányok... A nem végig mert éjszakás vagyok, és új, valamit kitalálunk. Délutános de leszek. Még küzdünk, jó? Küzdünk. Én hiszek a csapatba, hiszek a szövetségbe. Érdekes lesz. Bishop már ki lett cékázva, igen. Játékból megtudjátok, izgalmas. Oké, sok és örülök, Relax Gaming. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm a támogatást. WC pumpára megy a támogatás, köszönöm. Hello, felajánlott Patrik? Jó, oké, akkor Patrik felajánlotta, akkor eddig 2 sorsolunk. Köszönjük a felajánlást. Nyomjatok egy lájkot. Úgyhogy, srácok, kemény idők jönnek. Megint buszos leszek, mi? Az durva volt, amikor onnan kezdjük. Kezdjük mindjárt, már izgultok, Gábor? Izgalmas lesz ez a mai rész is, úgy gondolom. Úgyhogy kemény. Nagyon szeretünk minden egyes csapattagot. Igen, hiányozni fog. Hát én majdnem sírtam. Komolyan mondom, majdnem OC sírtam. Szeretem, tényleg. Köszönöm Bence a 200 forintos támogatást. Köszönöm Ádám, WC papírra és új tagokra. Köszi Ádám. Lesz, muszáj majd tagfelvételt csinálnunk, mert ez így nem mehet tovább. Balhé lesz. Early, ez balhé lesz. Hát a háború elkezdődött. Úgyhogy kemény lesz. Kemény lesz. Türelem RP-telen. Jó. Okés. Várjatok. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Köszönöm, Dávid. Majomnak mutassa minden. Megint. Mit mutasson, Dávid? WC papírra és új tagokra. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Jó, okés. Köszönöm. Kezdődni fog a harc, srácok, lányok. Jó. Okés, ez durva lesz. Jó. Várjuk a történéseket, megyünk fel a szerverre. Srácok, lányok, köszönöm a kezdő támogatásokat. Aki ma csatornatag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap. Jó, ide letesszük magunkat a sarokba. Háború kezdődik. Kérlek szépen titeket, nézzétek el nekem, ha bénán lövök. Ez nem Call of Duty. Jó, ez nem Call of Duty. Szia, Dani, mondom, hogy mutassa meg. A hákunkat már mindenki tudja, az egész bolygó, az egész univerzum tudja, úgyhogy kezdhetjük ásni lassan a sírunkat. Úgyhogy megváltós pódok a leírásban vannak, amíg elérhetőek, jó? Elfelejtettem, vagy mit felejtettem meg, Karolina? Mit felejtettem? Flagbappával lájkod a szők, ki volt Isten, az. Ja igen, Dávid, köszönöm, a majom volt az, igen. Ő a majom volt, drága barátom. Köszönöm szépen a támogatásokat. Érdekes lesz, srácok, egyre eldurul a helyzet, amivel nincs semmi probléma, csak szomorú vagyok. Köszi, Jay! Köszi, Jay! Az az igazság, hogy ez rejtély, hogy ki és hogy cékázták ki az egyik emberünket. Szava vagy Tomás, akkor hogyan? Nem ismerik 2 hete. Durva. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok borulva, lesz mit enni. Amiként volt Instadon azt az állás. Srácok, arra kérlek titeket, hogy ne sírjatok, jó? Okés, ne sírjatok. Ne sírjatok, mert én sírni fogok. Köszönöm, Veronika! Pillanat, csak egy-kettő dolgot még el kell intéznem, ne haragudjatok. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Várjatok, mert itten... Közben Facebookon nem is Discordon szoktunk néha a tagokkal beszélni, hanem Facebookon.
Köszönjük. Ja, és a VLS oldalán nézzétek meg valamit. Nézzétek meg, történt egy feljelentés, hogy azért nem hagyják most már következmények nélkül ezeket a dolgokat. Nagyon durván elfolyulnak mostanában dolgok, és hát nem hagyják őket annyiba. A VLS oldalán nézzétek meg nyugodtan, ki van írva. Úgyhogy érdekes dolgok történnek. Érdekes dolgok történnek. Jó. Jó, oké, és várjatok, mert közben kell nekem a... Oké, és... És egy kicsit fel kell, mert tudjátok, én is annyiba hagytam nagyon sok olyan dolgot, amit nem kellett volna. Köszönöm, Dávid. Aztán nem Discordon a VLS Facebook oldalán. Ott van fönt, jó? Nem akartok felvenni pár új dolgot, de felfogunk új dolgokat venni. Donét érkezett, ezt nem hiszem el, teljesen ki vagyok borúva. Megcsillogtatom az angol tudásomat. I am good man. My favorite game, get your therapy. Nyomjátok egy lájkot, ha tetszik ez az angol tudás. Na, ki fog derülni? VLS 3-ra megyünk már megint, de nem, hát a 4-esre mentünk rá. Négyesre mentem rá megint. A 4-es IP-t írtam be, de akkor megint. Na, remélem tetszett nektek ez az angol tudás. De a 4-es IP-t írtam be, csak tudjátok, hogy itten durva dolgok történik, de akkor bezárjuk és akkor megpróbáljuk még egyszer. Mutko is ez volt, tudjátok. De most már nem crashelünk legalább. Tudjátok, mi volt a balhé tárgya? Az SSD-re kellett ráraknom a G5-öt. Köszönöm, Dominik, hogy nem vagyok megváltó. Mi, Dominik, te nem dumáljál itt, te nekem ne idegesítsé. Azt mondja, nem tudja, hogy marad a megváltókban. Dominik, szeretünk téged. Nehogy már. 4-es volt. De ugyanúgy a 4-esre dob chat. Attól, hogy azt írja ki. De mindegy. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mi történt, hogy ne sírjunk? Meglátjátok. Meglátjátok. Jó, kicsit szomorú vagyok. De ti is azok lesztek, mert egy olyan taktól kellett megválnom, akit én személy szerint... Nem mint a karakterét is nagyon szerettem, de mint embert is. OC embert lehet, is nagyon szerettem. Lehet, hogy én gondoltozom, hogy nem maradok megváltók, vagy igen maradok. Te állat. Dominik, te állat. Köszönöm szépen. Mai videót remélem láttátok. Cső, Komi. Hello. Most mondtam az előbb, hogy nézzék meg a VLS oldalát. Rich, ti nem szabadulunk ilyen könnyen, jó? Rich, ti nem szabadulunk ilyen könnyen, nehogy azt higgyétek. Köszönöm. Majd Komi, visz, válaszolok, jó? Örülök nagyon én is. A homisnál nem tudom, hogy CK történt, de most nem rá gondolok. Na nézzük meg, hogy mi lesz. Jó, most nem nézzük meg, újra csatlakozunk megint. Jó lesz harmadikra, három a magyar igazság. Na kire tippeltek? Mondjam el, vagy játékba szeretnétek megtudni? Ez itt a kérdés. Mondd el, mondd már el, Dani. De ne sírjatok, jó? Okés. Az az igazság, hogy tegnap, amikor hát nem voltunk, Tomászt elkapták, és hát azt hiszem 30%-ost kapott, de nem jöhet vissza a megváltókba. Úgyhogy szomorú vagyok. Nagyon-nagyon szomorú vagyok, tudjátok, hogy ő volt az első emberem. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyan folytatódik a további történet. Ez egy játék, srácok, hát mindenkivel előfordulhat. Úgyhogy nagyon sajnálom, ez a hír tegnap sokkult, amikor írta nekem Tomász. Úgyhogy ez bosszút for... Bosszú. Ez ugyanúgy bosszút kell, hogy álljunk. Ez már így nem folytatódhat tovább. Ez egy játék, srácok. Most az a rész van, hogy hogyan csináljuk ki a megváltókat. Nem lehetünk mindig mi a kemények. Jó.
Úgyhogy ez ilyen. Ki kell végig. Nem tudjuk, ki cékázta ki. Nem, ezt nem tudjuk, hogy ki cékázta ki. Hogy ki tudott annyi infót róla, ezt így cékéne megtudnunk valahogy. Ja? Nem a Gomorra volt, nem a Gomorra, nem tudjuk, hogy a Kingsman, fogalmunk sincs. Nincsenek most hangok? Nincsenek most hangok, chat? Hogy mi történt? Na, úgyhogy kemény. Kemény dolgok következnek, srácok, lányok. Fizetésünk van, jó van. Na nézzük! Fegyverünk van, nagyon szuper. Nagyon-nagyon szuper. Oké, és most ezt nem értem. Ezt ide ki kell hozni? Aha. Aha, ezt ide ki kell hozni. Jó, oké, és vannak itt. Vezér vagyok! Vezér lettem! Vezér lettem! Csett, vezér lettem. Köszönöm. Teló is megváltozott? Vezér, gyerekek, ezt meg kell ünnepelni. Máma. Máma, ünneplünk. Nem tudom, mi lesz, chat. Nem tudom, ezek után hogy folytatódik a sztori. Simkártyát is fogjuk aktiválni. Ez nagyon jó, hogy ezt ide letették. Ez nagyon jó kis dolog. Jó. Oké, és... Revó is. Azt nem tudom, hogy teszem el. Na mindegy, fogjunk fegyvert a kezünkbe. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a live! Nincsenek itt a srác, de azért vannak itt. Nem máma, hanem ma. Falusi parasz gyerek vagyok, Atomik. Na most érkeznek a fiúk is. Jó. Jó, telót is. Telót, várjatok. Telót is oda tudom tenni, tényleg, köszönöm szépen. Köszi Balázs, a pacol adjon minden legyőző erőt és akaratot. Köszönöm az 5 angol fontot, drága barátom. Kedves vagy, köszönöm szépen. Ez így nem működik, ja de működik. Jó. Működik a telefon is. Hello, sziasztok fiúk, mi újság? Hogy teszem el a fegyvert, Szláva, azt tudod? Egyes. Vagy abban a tetted a... Ja, jó, szuper, köszi. Azért elég durva tudás kellett hozzá. Úgy is veszed elő. Szuper, hogy állunk? Érkeznek az emberek? Érkeznek az emberek, most a határon volt egy kis dolog, ami majdnem mindenki fel tud, vagy be tud jönni a városba. Szevadani a pekül adjon mindent legyőző erőt és akaratot. És hát igazából a mai terv csak ilyen csillezés lenne, tudod. Jó, és mi lenne, hogyha visszatámadnánk ezeknek az állatoknak? Vagy nem vagyunk elegen, szerinted? Hát, az az igazság, hogy meg kell nézni, hogy hányan tudunk feljönni, egy 5-10 percet kéne várni, tudod? Jó. És akkor nézzük, hogy milyen a csapat. Aztán akár az is kijöhet belőle. Jó, mert fegyvereink vannak, ugye? Itt látom, a fiúk hátán is van. Jó, nagyon jó, királyok vagytok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Aztán jön. Szláva. Jó, van volt valami érdekes tegnap, amikor nem voltam a városba? Képzeld el, hogy Tomász nem találjuk sehol se. Kerestük mindenhol, egyszerűen felszívódott. Nem jelentkezik semmi? Nem jelentkezik semmi. Az nagyon nem jó. Szép napot! Hát hello! Nem tudom, hogy csak pihenget, vagy nem, valami, de egyszerűen nem... Hogy tetszik lenni főnök? Jó vagyok, köszönöm, csak ez zavar, hogy Tomász nincs itt. Semmi infónk nincs róla. Semmi nincs egyelőre. Képzeld el, ugye itt a üzenőfalon minden reggel ki szokta írni a frekvenciákat. Köszönöm Hollywood, e-mail címet kérek szépen. Azt se írja ki. Semmi, totál felszívódott. Remélem nem kapták el. Hát nem tudom. Aktiválom a kártyát tényleg. Nem, aktiválva van. De ki kapta volna el, vagy miért kapták volna el? Hát ez az. Hát, de az a baj, hogy ugye nem tudunk róla semmit, nem tudom, fiúk, ti szoktatok egyedül mászkálni? Köszi, Jane! Nem, általában kettesével. Kette-hárman, igen. Kette-hárman, aha.
Nem szokott Tomás magán akciózni, vagy valami magánéleti dolgok? Nem szokott így a városba, kocsmákba járni, meg ilyenek, vagy striptease bárba járni? Lehet, hogy ott ragad. Egyáltalán nem nagyon szokott igazából. Köszi Ferenc! Köszi Ferenc, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Ez durva, srácok. Köszönöm, csak gondolkozok egyet a fejembe itt. Jó. Megnézem közben a számomat, aktiválni kell, vagy nem? Szerintem aktiválni kell. Teljesen ki vagyok borul, megnézem, hogy a határom mi a helyzet. Nem kell aktiválni. Nem tud visszajönni se, hogy full új tagként. Azért lettem, de ez nem elég nekem. Nem elég nekem, mert a Tomás... Én sírni fogok. Lütyő visszatért, így van. Addig mesélj valamit főnök, mire számítok ma? Úton van mindenki. Jó, mire számítok ma? Egy jó nagy bosszúra, bosszúvágyra szomjazom. Azt hiszik mostanában itt a városba, igen Hollywood, kérlek szépen, hogy itt vagánykodhatnak velünk, érted? Ez most már nem pálya. Oké, hogy egy kicsit meggyengültünk, ugye meg fogyatkoztak az emberek, de ezt nem hagyhatjuk annyiba. Nem, érted? Vissza kell vágni. Bishopot kinyírták örökre, hát nagyon félő, hogy Tomás is erre a sorsa juthat. Hát nincs róla semmi hír, fiúk. Ez nagyon gáz. Persze. Most egyre jobban fogynak az emberek. Így van. Úgyhogy majd valami toborzót szláva, majd lehet, hogy rád kell bíznom meg Tonira. A toborzást, azt majd megbeszéljük az időpontot. Okay. Köszi! Önök is hogy van? Hát az asszony már megint nem a gyerek. Nem a Gézukával foglalkozik. Már. De állandóan ezt csinálja. Ez vicc. Éreztem, Marci. Állandóan. Hallod? Marci, nem tettek? Ha megtudom azt, hogy te kezelgeted az asszonyt, akkor én nagyon mérges leszek. Nem. Nem fiatal hozzá a főnök. Fiatal hozzá? Hát az asszony csak 19. Hát attól még lehet. Ezt hogy is kell rakni a fegyvert? Amelyik elővetted. Aha. Ja, köszönöm szépen. Hát nekem is szláva mondta. Hello Ninja! Annyi van még. Ninja. Itt egyet meg el kell mondanom, hogy összeültünk a utolsó akciót, amikor a gomorrásokkal volt ez a szitu. Igen. A Kingsmanesekkel. Összeültünk így a három kisebb vezető, és egy-két embernek muszáj volt beírni figyelmeztetéseket. Melyik embernek? De hát csüggedünk, Tomás, te állat! Sajnáljuk, bírjuk, de az utóbbi időben olyanokat csinált, amikért muszáj beírni, mert hogyha másnak beírjuk és neki nem írjuk be, azt tudod kivételezni. Egyértelmű, és háromnál van kirúgás, ugye? Igen, és még írtunk be a Richnek is egy pontot, no. Fegyverek miatt. Persze, hát azért kellett, mert az eszi a fegyvereket, vagy amit tudom, szóval lehet, hogy kereskedik velük amúgy. Múltkor a makiéknak is elege volt abból, hogy négy embernek nem volt fegyvere, azt úgy ment akcióra. Aha. Ezért neki beírtunk egyet, meg még a homisnak kellett beírnunk kettő pontot. Donét érkezett, hát, ezt nem hiszem el, teljesen ki vagyok. Igazából azért, mert amúgy viselkedett, ahogy kellett volna. De miért? Ő kórházba visz fölébredt amúgy a kómából? A homis? Elméletileg igen, mert nem tudták kivégezni, mert jogtalan volt, vagy érted. Aha. Aztán tegnap volt egy olyan szituáció, hogy nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, stb. Hősködött egy kicsit itt az emberekkel. Aha, hát megy a saját feje után, ma megszokhattuk a múlt. Igen, igen. És lehet sepregetni is fog emiatt. Aha. Hallod? Hát, és ő már csak Tony hiányzik, mert akkor tényleg nagyon kevesen vagyunk. Tony hiányzik, meg a Bölény. A Bölény elment Tonyért, mindjárt ide érnek a kapukhoz. Rendben, nagyon szuper. Hát megfogyogasztunk. Utána fiúk egy kis felderítő útra fogtok menni helikopterekkel, jó? Rendben. Annyi van, hogy a rádió legyen fel mindenki. Mi a rádió számnak? Oda ki van írva az üzenőfalra, itt a főnök nem látszik. És arra gyertek. 5762. Na hát ezt jól kimondtad. Kemény. Ez a lottószám, nem fiú? Hát én is úgy tudom, hogy ez a heti lottószám. Lesz, honnan fogok tudni? Itt fogom jelent, de 18 pluszos a felvétel cset. Hát én most kiégtem egy kicsit, sziasztok. Miért? Ja, semmi. Ja, te állandóan amúgy. Ja, nem. Nem ezeket a számokat tettem meg lottom. Ja. Aztán... Gondoltuk amúgy. Aztán... Karolina, nem felejtettem el amúgy, jó? Igazából...
maradjon ez, most úgy se nagyon izé. Kinek kellett először? Valaki jön a rádió? Mellények azok rajtatok vannak, fiúk? Jó. Jó. Amiket vettünk. Tegnap előtt. Nem tudsz mondani? Valakinél vannak. Az én rakom. Hello, hello! Jó, kívánom mindenkinek! Úgy kívánni szemben. Elnézést, hogy behánynék. Ezek... Fú, de szemetek. Ti egy beteg állatok vagytok amúgy. Ez egy új, ez egy új izé volt, nem? Hogy röhög? Ez a Molnár. Na, fiú! Molnár akkor a haverom lesz, hogy ilyen... Örülök neki. Nagyon jó, összehaverkodtatok itt a magyarázkodásos szöveg, dumákkal, meg ilyenekkel. Na, srácok, figyeljetek, Tony, én azt a hírt kaptam, hogy itten Tomás nem találjuk a városba már pár napja. Akkor Niki, Hollywood, léci, normális nézd az e-mail címet. Csapásért minket mostanában, nem tudok mit mondani. Nézd meg, itt a kemény mag. Ennyien maradtunk körülbelül. Hát, kemény az túlzás, de amúgy a kemények. Ki érkezett? Nem tudom. Gondolom, Rich volán. Nincs, nincs. De tény és való főnök, igazad van, tényleg kemények, meg jönnek, meg itt vannak, úgyhogy nem meg sértődnek be semmi. Na, ez nagyon jó, ez nagyon fontos, hogy ne sértődjön meg senki. Felnőttként kezelik a dolgokat, tudják, csatlakoztak, tudod, amit elmondta az elején is, hogy nem izé homokozó. Így van, nem, játszó tér. Akik itt vannak, azok rajok gyerekek. Rendben. Egytől egyig. Ninja. Igen, mindjárt szláma. Ninja, te is bizonyítottad, hogy alkalmas vagy, úgyhogy szép munka. Köszönjük, köszönjük. Tegye fel az a kezét, akinél most jelen pillanatban nincs fegyver. Köszi, Józsi! Tudsz, ha te vagy, tényleg, jobbra. Tényleg, csak nem tudom, hol tudok. Nincs fegyver? Szóval, mert nő vagyok még mindig, hát, csak? Ahogy eszed a hamburgert. Nem, már férfi vagyok. Jó. De... Hol vagy? Melyik a Robin? Donét érkezett, ezt nem hiszem, teljesen ki vagyok borulva. Megjött Dominik is. Szevasz, Dominik! A fiúknak utcán Lider rangot, főhúzom a mellényt. A golyó állót festom. Rich! Van fegyvered? Van fegyvered, Rich? Van. Tapsoljuk már meg, fiúk! Tapsoljuk már meg! Írjuk valahova? Fel kéne. Ide a forra vízs már, fő! Oda írd már fölét, vers, hogy 2020, 5. hónap 12, Richnek van fegyvere. Itt van, aláírod akkor a papírt. Én írjam alá? Hát fölírtam, hogy van. Jó, megfogom a tollat, és akkor aláírom. Szép, szép, szép. Szép munka. Na Rich, király vagy. Köszönöm szépen az 1000 lájkot. Szláva Popó, ugorj egyet, Popovic. Na fiúk, első küldetés. Hoppá. Igenis. Első küldetés. Szláva fogja irányítani az egységet, Tonyval itt fogunk megvárni benneteket. Négyen fértek a helikopterbe, akkor még egy valaki itt marad, egy ember. Igen. És kettő helikopterrel el fogtok menni a Pucér falu fölé. Elmentek Joker háza fölé, a Volt háza fölé, és a Striptease bar fölé. És az összes városban, hogy hol kimozog, információt fogtok szerezni. Ez az első küldetésünk. Mivel, hogyha gomorrást láttok, már jelentitek is, és már megyünk is, és szétdaráljuk őket. Én gomorrást, mondtam. Merre láttad? A kettes ingatlan tele voltak. Tele oda voltak. Is elnézve. Jó, én éreztem magam, jó, figyeljetek, Szláva irányít benneteket, egy embert, aki itt akar velünk maradni Tonyval, itt fog maradni velünk, jó? Hallalom. Nem maradtok. Egyetlen egy ember. A többiek mind elmennek, jó? Úgyhogy kérhetitek le a helikoptert, és mehetek. Válasszál, Tony! Válasszak? Melyik a kedvenc? Válasszál! Ez melyik? Ez melyik? El kell menni felderíteni, chat. Köszönöm, hogy itt vagytok! Aki tag lesz, kettő darab dedikáló kártyát kap. Nem ismerlek meg titeket az új sisakba. Robin. Jó? Robin Hood. Főnök, válasz, majd mindegyiket szeretem egyszerűen. Robin, maradj te! Na, jó, akkor többiek jönnek velem felderíteni, jó? Alaposan minden felderítés. Puszi. Tony, bele. Tony, gyere addig, légy szíves. Jövök. Na, hozzak fegyvert. Ne. Itt vagyok, főni. Hallod, Tony? Az az igazság, te is látod, hogy nagyon kevesen maradtunk, és eléggé gyengülünk amúgy. Igen, ez igen. Nagyon gáz, és szerintem észreveszik itt a városba, akkor egyesével fognak minket kinyírni. Jó, ott beszéltük a napokban ezt a tagfelvételt. Igen. IC, meg ugye majd a másik féleképpen is, majd igen. Azon a Dark Web-en.
Meg fogom hirdetni majd, jó? Hirdesd már meg, Léci, azt akkor, hogyha úgy van, akkor itt tudom én, levezényeljük, ha gondolod. Az nagyon jó lenne, mert kell. Hogyha akarsz pörögni, jöhet te is. Persze. Jó, az is jó, hogyha én is ott vagyok. Ja, viszont ja, ja. Arra is gondoltam, most ugye gyengék vagyunk. Hát többet lát, érted. Így van. Nagyon gyengék igen. vagyunk ugye most. Hát fél, nagyon szomorú ezt kimondani, de tényleg ez számomra nagy csalódottság. De lehet, hogy kelleni fog egy szövetséges banda. Hát figyelj, a Kingsman-nél megütöttük a bukánkat, de igazad van, kevesen vagyunk, kell, igen, kell igen, a Kingsman-nél nagyon ráfáztunk, ez való igaz, de lehet, hogy tudunk találni olyanokat, akikkel tényleg maximálisan megbízunk, és kiépülne egy olyan bizalmi kapcsolattól, tényleg nem szúrjuk hátba egymást. Jelenleg most te is tudod, hogy a majomékkal van egy hasonló kapcsolatunk, kérdés, hogy egyáltalán vállalják igen, ezt. Igen, csak ugye ők leszögezték az elején, nem tudom, emlékszel-e, hogy ők szövetséget nem akarnak. Ja, az gázba leszünk. És tegnap előtt is elég jól lecsesztek amúgy, hogy nem, hogy tényleg... Hát de ilyet hallod, négy ember kipattogunk fegyvernék. Fegyvernék, mit akartunk ott, igen, mit akartunk aminek ott. Aminek megyünk háborúba, persze. Ja. Jogos, meglátjuk. Hát figyelj, nehéz ügy. Tavokat kell szerezzünk mindenképp, és csak is olyanok, akik tényleg komolyak, nem sértődnek meg a dolgokon, tudják parancsokat teljesíteni, önállóak, felnőtt emberek önállóak. Így van. És előrefele viszik a csapatot, nem hátrafele. Nem akarok senkit megbántani, tudod, de sajnos itt most már ilyen szabályokat kell húzni, mert látod, hogy komoly háború van sajnos. Tomászról nem tudsz semmit, Tony? Semmit, kicsit veszkó is vagyok ez miatt. Jó, a Bishoppal is összevesztem, tudod, de azért na, csak oszlopos tag volt. Tomás is oszlopos tag, úgyhogy most így... Tudod, mitől félek? Hogyha őt is elkapták, akkor vagy te, vagy Szláva, vagy én leszünk a következő. Hát ez egyértelmű. Ja, kemény lesz. Figyelj, meglátjuk. Hát figyelni kell, résen kell lenni. Jó ötlet most, hogy elkültöd. Rendben, szép. Jó munkát, Szláva! Úgyhogy nézzenek szét, aztán így tudnak minket védeni. Na, Csepper, gyere, nyugasrad. Jó. Miért lettél vezért? Mert ma hullunk, ja, mint ja, a büdös bogarak. Kell több tag, meg kell komoly szűrő, tudod, hogy tényleg olyat. Hát igen, most egy kicsit meg vagyunk szeppenve, újjá kell építeni egy kicsit itt a dolgokat. Mondja ja. Szláva. Tony, legyen fent rádión, légy szíves, jó? Nem áll szívem. Akkor a világháló. Visszakapcsolom akkor, csak próbálom meg velük beszélni, hogy jól nyomják. Köszönöm, hogy itt vagytok, Chad, köszönöm. Durva most lesz. Csak szörnyű, hogy rádiózunk még mindig. Hát, nem baj. Na mindegy, próbálok. Rich! Sziasztok, főnökök! Mennyi, Rich, szállj be a helikopterbe. Hova? Na jó, megyek. Azt hiszem, Szláva, Rich, hogy mennyi velük. Már ha nem kapjuk össze magunkat, akkor itt a nevünk már így is szerintem lejjebb ugrott a városba. Ja, már most kicsit gázba vagyunk. Ha megpróbáljuk, figyelj, vannak itt azért még egy-két tagok. Picit jobban oda kell figyelni. Persze, meg ha városban való régi ismerőseiket kéne megkérdezni, vagy valami behoznák őket, az jó lenne. Ja. Hát városban... ott is nehéz, tudod, az a baj, most gondolkoztam én is, hogy az a baj, hogy sok mindenki tud egyből becsatlakozik valahova. És aki már volt valahol, az már úgy nehéz. Ki maradt itt? Ja, ő, akit mondtunk. Nem tudom ki az. Jó, hárman vagyunk. Tag. Alvezető. Ja, akit mondta, hogy maradjon, akit választotta. Jó. Tony Hanyas, 93-as. Úgyhogy hirdesd meg, ha gondolod azért, én nem tudom. Páron figyelnek a városba. És akkor meglátjuk, hogy mi nem lesz tudom, jó lenne valamit kell szervelni, mert most már tényleg kevesen vagyunk. Igen, az így nagyon nem lesz jó. Ja, a taguknak is próbáltam mondani, most egy picit kiosztottunk egy-két figyelmeztetést Szlávával, hogy egy picit próbálják összekapni magukat, tudod, mert nem akarunk senkitől megválni, de ez a folyamatos fegyvervásárlási állapot mindig. Igen, most mondta... Önállóan kell. Most mondta... Na, a Szláva, hogy egy pontot kapott, fekete pontot, Rics, és Dominik 2 fekete pontot. Igen. Dominik az első fekete pontját azért kapta, mert igen, Levente, igen, ha tag leszel, kapsz Delikáló kártyát. Akkor fogtad a fejedet, meg kitépkedted az összes hajad, azért van rajtad most a sapka, ugye? Ja. Hát ott, amit csinált, az sajnos nagyon gáz volt. Beült a helikopterbe, úgyhogy nem is ő volt a kimenteni való személy. Igen, ott az hibázott. Az miatt sajnos kapott egy pontot. A másik pedig az, hogy... Köszi Fighter, e-mail címet kérek szépen. Levezettük neki. Köszönöm a tagságodat.
nem tudja a dolgokat sajnos. Igen, igen. Leírásba tudtok tagokat, vagy a csatlakozásnál. Így, így nehéz, tudod. Megkérdeztem tőle ma egy tök egyszerű kérdést, hogy mennyibe kerül egy revolver a városba, és nem tudta sajnos megválaszolni. Aha, nem tesztelni akarom, csak tudod. Alap dolgokat, aha. És azért te is tudod, hogy mennyi, érted? Pedig te aztán nagyon keveset vagy. Igen, igen, igen. Érted? Na csak mit gondoltok? Ez nagyon durva. Tudom, de ha, most. Jaj, inkább edd vissza. Nagyon ijesztő. Ahogy nézek ki, mint Rich, nem? Nagyon nem, ijesztő. Örülök, Marci. Köszi, Johnny! Duba, elviszel, drága barátom. Köszönöm, Johnny. Úgyhogy próbálunk egy kicsit a házon belül is jobban összerántani a csapatot, hogy fegyelmezettebbek legyünk. De figyelj, ha ezt megtudják a városba, hogy mi így legyengültünk. Végünk. Akkor végünk. Ha ezek egyesével elkapnak minket. És ügyesek, jó csinálják amúgy. Hát jó csinálják, de ez lehet meggyengíteni. Szomorú. Egyesével kipicéznek, kifigyelnek, aztán vatya. Így van, így van. Az a baj, hogy... De szerintem így most már nincs ő. Ki az ott? Megjött a postás, hogy ki az ott, Tomi? Elviszek majd Dubajba, ne aggódjál. Én már nem merek oda menni. De jött a nyugdíjadat hoztál, 12-e van, Tony. De te vagy nyugdíjadat, soha megtetted. Ja tényleg, várjál. Nincs nekem, nincs fegyverem. Tényleg, nincs fegyvered? Nincs, most nincs. Ne idegesítsé már, akkor adok egyet. Hallod, a revót akkor odaadom. Ne, van, te vagy profi, nekem inkább a másikat. Akkor jó, odaadom, te állat. Revóval múltkor milyen jókat lőttél. 93. Rárakod a hátadra, megfordul a cc. Leakasztom és rárakom a hátadra. Jó, csak húzd már meg azt a bőrszíjat rendesen. Jó, meghúzta, megvárjál, igazítok a nyakadnál. Jó, 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 köszönöm. Na, borotválkozzá azért néha, na megvan. Jé, a meleg van mostanában, tudod ezt a cc. Jön a nyár, igaz? Jó, be vagyok izzadva. Hát ekkor a bakancsban, meg ruhában, mellényben. Hát meg ebben a maszkban, érted? A kamufülesedben, érted? Folyamatosan lehallgatnak téged, vagy lehallgatom meg az Ja. Na srácok, nem sokára indul az akció. Figyelj, mi volt ma az ebéd? Mit kajáltál? Nézd. Tudod, mit tettem ma? Na. Csípős vagdalt húst. Köret? Köret, hozzá kenyér és egy paradicsom. Plusz egy kis kakaó. Egy nagyon finom kis kakaó. Kézzel, de rám súzták a bevásárlók közben. Mi voltam? Voltam, megfosatott egy kicsit, az igazság. Kézzel, de 500 forinti rám súzták, ilyen kakaós tejet, kézzel, de... Mit? Kakaós, tehát valakik jönnek, nem? Tony, nem, itt van egy, itt van egy... Kik ezek, fiúk? Itt egy vendég, azt mondja, részvételt akar. De várjatok már! Nem bírom elővenni a fegyvert, bazd meg, mi a... Ez mindegy, ez ennyi. Ez ennyi. A kezed, ne menj el! Tedd fel a kezed! Ez ennyi! De miért szalad el? De miért szalad el ez az állat? Jó, tegyétek fel a kezedeket, maradjatok egy helybe! Ez ennyi! Hányan vagytok még itt? Hárman vagyunk, fiúk, hárman! Jó, akkor mind a hárman szépen egyesével egy-egy helikopterbe beszálltok, jó? Az az ember, aki most jön, az nem tudjuk kicsoda. Jó, erről beszéltünk! Erről beszéltünk! Ez a postás! De vagy az, Jani? Rosszkoztad a leveleket sajnos, bocsi. Igen, nagyon úgy értem, hogy rosszkor jártam. Jó, srácok, ezt lőjétek majd le. Hárman egyesével szépen egy-egy helikopter utánatok. Mennyi? Srácok, tudják a pozíciónkat, ez egyértelmű volt. Itt vagy? Itt vagyok. Te itt az első helikopterbe, leghátra. Megyek uram. Csak az embereimet ne bántsák, arra kérem önöket. Jó, köves kérlek ide szájba, jó? De mögém ülhetsz is. Oké, ez a Gomorra. Jó, ez várható volt, csak jó, nem tudtam, hogy ezek ennyien vannak. Nem, oda a másikba. Biztos? Igen, biztos, jó, ne felejtsd. Jogi van. Ugorj ki! Legyek inkább öngyilkos! Nem, ezekkel nincs esélyünk, srácok. Jó, srácok, ha megvagyunk, mehetünk. Megvagyunk, igen. Ez ennyi volt. Jelölj egyet, dinnyelődsz. Hova megyünk, fiúk? És miért? Nem válaszolnak. Nem PG-zek, dehogy nem. Szabályos RP-t csinálunk. Mindent megtudsz majd a kijelölt helyen. Nekem nem tetszik. Kaptunk egy fülest itt az emberünktől. Milyen fülest?
pont akkor, mikor mindenki hát, kevesen voltok jelenleg. Köszítség! Hát rajtatok csaptunk. A múltkori akció miatt, vagy mi? Hát igen. Ez egy bosszú. Ha mi akartunk bosszút állni, könyörgöm! És most egy kicsit megkínzunk majd titeket. Nem áll, de az engem oké, de az embereimet ne piszkáljátok. Velem van bajotok, akkor engem bántsatok. Hát most az a szerencsénk, hogy hárman is itt voltatok. Kicsit beszélgetünk majd aztán, hogyha köpnek, akkor nem bántjuk őket. Emlékszel még a videóra? Emlékszem a videóra. A Bishop, emlékszem rá. Na, hát az pont én voltam. Üdvözöllek. Te nyírtad ki Bishopot, te állat. Így, igen, így. Ő volt. Elmondtam már akkor is, hogy mi lesz itt. Arra gondolsz, hogy egyenként fogunk titeket kinyírni? Hát mi titeket? Kövesd a Chrome elét. Snapchat. Kis kellemes helyre elviszik, elbeszélget. És te voltál az, aki még Bishopot fel is gyújtotta? Igen, mi voltunk azok. Mi voltunk, de az Perpil nem én volt. Hihetetlen. Nem, ránk rája... Ránk jár a rúd. Ez mi? Ez nem a húsüzem? De. De nagyon jól tudod. Legyél kedves, szállj ki, jó, semmi hirtelen mozdul. Ezek maradnak fenn. Szépen kövesd a kollégámat, légy szíves. Rendben. Várjuk meg a többieket, hagyj szálljanak. Nem tudok most kordizni. Levegőben nem rádió, tudtam kordizni. Ha most kordiznék, telefonhoz nyúlnék, már ő kapnám is fejbe. Kapnám is fejbe, chat. Jó, mi most szálltunk le. Telót még nem vették-e? Reméljük nem is fogják. Nem, hozzák ide. Azt hittem meg akar ütni. Nem. Még nem. Még nem. Jó, addig hagyj kérelek mának, hogy fáradj már a helikopterhez, jó? Rendben. Jó, figyelsz rá, Dinnye, gyere visz. Figyelj már, jó, addig átmotozom az urat. Jó. Hogy valamit megmondom. De jó, ha elveszik a fegyveremet. Jó, elkezdem az urat átmotozni. Lehajolok lábszárától, végignézem az egész ruházatát, zsebeit. Ti is álljátok oda a helikopterhez. Basztani. Jaj. Tony, szerintetek köpni fog? Leakasztom, átakasztom a sajátom. Nem köp, Tony. Jó, azt megkérelek már meg mondjuk a vizet, meg ilyeneket, hogyha esetleg elfogy, szóljál, jó? Jó. Hol az utolsó? Holnap úrsa fölkedés! Hozzátok ide hozzánk. Aki kísérje oda, szeretem. Mit csináljunk? Eddig mutozz már meg a másik. Tony, nem mondj semmit, nem mondj semmit. Ahogy mondok. Tartsáljuk egy picit a fegyvert, minden is. Nem tudok kordizni. Néznek minket. Szálltuk be a helibe, azt meg nekik! Nem, gyerekek. Nem pégézünk! Hallod? Nem azért marad, de te miért futottál? Ja, te állat! Ennyi ember... Félti az életét, látod? Nem meri megvédeni a főnököt sem. Szerbet választottál a főnök, basszus. Ez elfutott. Ilyen embereitek vannak? Nem mindenki ilyen. És az egyik legjobb embered jelenleg, hogy itt van veled? Újonc a gyerek, még tanulnia kell. Igen, elég friss. Friss husi. Landó, gyere már, légy szíves. Figyelj rájuk, Unis.
itt a uraktól vegyétek már a fegyvereket. Motorban. Köszönöm, hogy itt vagytok. Aki tag lesz, 2 dedikáló kártyát kap. Köszönöm. Vigye, ugorj egy. A jobb szélső urat már átkoztam. Gyere odébb. Te, maszkos, ördög maszkos, állj el ide a falhoz. Tony, ne! Tony! Tony Montana! Elkezdelek motozni. Csak a revómat elvette, Chat? Revómat elvette? Kezdem a jobbrobottól fölfelé. Kamu info, hazudok, hazudni fogok. Nem fosok. Találj rádiót. Ezt legyél szíves, vedd ki, azt dobd ide bele a kukába szembe. Elkezdelek, motozlak tovább. Derekadnál. Még nem, nem vette. Jó, jó, az nagyon jó. Telefont. Szedd ki a szinkágyát és dobd ide fölére a földre a kuka alá. Megiszom a kakót, mindjárt befosom. Szuper, jövök fölfelé a hátadra. Nyugtatóra gyűjtünk. Balinak, Szemerebb Palikának, Matyikának. Takozz rá az én hátamra. Tonitó viszont elveszik a fegyvert. Nagyon kedves tőled. Azta, nem áll fiú. Motozlak tovább, belenyúlok. Nem áll. Uram, kicsit ki van egy szakadva. Nem találok semmit. Jó, akkor álljunk. Nem áll fiú. Jön a riba basszás előttős. Tony, elvették a fegyveret? Ja. Nekem elvették, nem emlékszel? Hát, elvileg. Igen, elvileg. Ja, jó, 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 akkor várjál. A biztonság kedvére átmatozzon még egyszer? Igen, igen. Akkor gyere, légy szíves, állj el odébb a helikopter végéhez. Nem, elvették, nehogy csaljunk, Chat, mert elvették. Elvették. Akkor elkezdelek motozni a jobb bokától fölfelé. Elvették, csak elfelejtettem átnyújtani. Vágom persze. Ó, itt a jobb bokától kezdem, jövök fel a jobb combodnál. Srácok, szabályosan a játszunk, a belső zsebedbe. Szabályosan játszunk. Semmit. Jövök tovább a derekadnál. A bal előső zsebedből. Ott viszont még látok egy telefont, azt legyél szíves, dobd el ide a földre, vedd ki belőle a SIM-kártyát. A jövök tovább, belenyúlok a kabátot belső zsebébe. Nem találok semmit. Eldugtam a revót? Viszont itt a derekadra ráakasztva találok egy revolvert. Igen, igen. Azt viszont... Csak fontos infót. Jó, rádió, akinek nincsen revolver, legyen szíves álljon ide a fekete... De jó! Úriember mellé és vegye el tőle. De jó, hogy bevásároltunk! A kolléga, akinek nincsen fel, visszai, aztán legyen szíves átadni neki, jó? Mindig folytatom tovább a motozást. Itt a bal oldalsó kabátsebedbe belenyúlok. Találok egy kis algoflexet mondjuk, ezt meghagyom hátul, ami történne nálad. A fejfájásra mindig jó. Hát, már most fáj a fejem. Hát még hogy fog majd fájni a beszélgetőben? Az biztos. Hát nem jó fiú. Jövök tovább, bal előső, bal oldalsó kabátzsebedbe belenyúlok. A revolver viszont akkor én elfogadom, mert nálam nincsen. Hát, jó, akkor a revolvert add át a kollégának. Motozást abba hagyom. Nem találtam semmi más nála. A telefonomat a zsebemből kidobhatom akkor? Dobd ki, légy szíves, igen, az, de a SIM-kártyát előtte vedd ki. Rendben, kiveszem a SIM-kártyát, eldobom a telefont a zsebemből. Na, de minden esetre rátposok a telefonra. Na jó, meg is jó, vagyunk. Meg vagyunk akkor hozzátok a másik récsrácot is utána, jó? Na, nagyon nem jó. Kövessenek. Legyetek kedvesek, iba sorba követni a kollégát. Jó. Gyertek csak, gyertek fel. Utánam gyertek. Nem jó, a telefont is összetörték. Rátapostak. Bemegyünk a feldolgozóba, ott megkínozzuk őket kicsikért. Mi szükség van erre, fiúk? Információkat gyűjtünk. Milyen információkat? Hát mindent meg akarunk tudni rólatok. Hát sok mindenre nem fog tudni szolgálni. Igen, igen, igen. Nem tudtok meg semmit. Nincs is mit megtudni. Nincs. Hát az majd kiderül. Hát azt mondtad, emlékszel a videóra. Igen, arra igen. Nem nagyon van már mit megtudnunk, a belsős emberetek faszán kitállal. Köszi, Gyuri! Na hát akkor elfordul a szeret, mi akarunk tőletek megtudni valamit. Így van. Hát,
Hát most majd ti is lehetek fel kérdés. Most jöttem, de figyelj, most az adott a cserélyet. Mi is adunk valamit, ti is adunk valamit. Így van, meg tudjuk ezt beszélni a pénzke. Jó, most srácok, srácok. Akkor mi beszélgetünk velük egy kicsit, addig ti helyezkedjetek el a pozícióba, jó? Tetszenek ezek a kis kampók itt jobbra? Jaj, na, nem nagyon, nem nagyon. Igen, ti is lógjatok meg. Fiúk, biztos, hogy meg tudjuk beszélni. Mi, mennyi pénz kell? Van pénzünk. Nekünk pénz nem kell. Adunk információt. Így van, bármiről. Csak nem rólunk. Hogy rövök, Tadi? Köpünk, de nem igazat. De ahogy látom, hogy elkaptatok minket rólunk, nem is kell nektek infót. Ti másra pályáztok most. Alig ismerjük egymást, fiúk. Hát, majd minden kiderül. Na, hát akkor. Mindenre fény fog derülni, nem sokára. Ki ezek jó el lettek vágva? Bakker, ezeket nem ti dolgoztátok fő, ugye? Féltékeny vagy mi? Ezeket jól jelzétek meg. Köszi Soma a tagságot! Egy e-mail címet kérek szépen, és megy a két dedikáló kártya. Ismerős ez a hely! Legyek minden. Tani, emlékszel, amikor Escobarra itt beszéltünk? Ja, milyen jó volt. Mi? Akkor még vagányabbak voltunk. Hát, most is azok vagyunk. Főleg. Most is azok vagyunk. A srácok nem tudják, kikkel szórakoznak. Nem? Nem tudjuk. Szerintem ti nem tudjátok, kivel baszakodtok. Hányan vagyok amúgy itt most? Hárman? Hárunk. Nem tudom, a postást elhozták-e. Hát ezt megmehetjük. Merre lehetnek? Nem tudom. Ilyen szeretve lett a brigádatok? Hát, figyelj. Bízunk benne, hogy nem, majd kiderül. Nehogy meglepetés érjen titeket, fiam. Ez a kis mosó, ez itt meg is felel oda szépen, minden hárman be is állhattak akkor. Ez itt az egy. Ott. De büdös van. Ott van a csatorna is, látjátok? Ide le. Ide csetre, Soma, igen. Jó, legyetek már kedvesek maszkokat levenni. Nem akarjuk. Jajjaj. Olyan nincs, hogy nem akarjuk. Nem vagy alkupozícióban. Jelenleg. Mi legyen főnök? Csak akkor veszem le, hogyha te mondod. Ti ketten leveszitek most rögtön. Kicsit kijebb körbenézni, átjön majd valaki. Aztán rádiózatok. Hát, ha elég nekik. Ha jöttünk be, arra menjetek. Foglaljatok el egy pozíciót. Tani, te csúnya vagy! Még két embert szeretnék a bejárathoz majd. Szent fejfedőmet is, ami még a favágó múltamból maradt. Mi bent vagyunk a húsfeldolgozóba, a bejárathoz, oda belőre szeretnék két embert még. Most kaki RP! A kettő legyen az elején. Nem lehet céka, ugye? Nem ismernek ezek. A személyimet se látták! Kezdjük a személyimet se látták! Na hát ugye, mivel rólatok már minden információt tudunk, ezért érdekelne a szövetségesetek információja, hogy mit tudtok róluk. Nincsenek szövetségeseink. Rádiócsendben elkezdtük a faggatást. Amikor volt ez a nagy lövöldözés ott fenn a pucérfaluban, azért ott én láttam másik ruhás embereket, gondolom nem csak úgy random jöttek oda. Ugyanaz, egy csapathoz tartozunk mindannyian, annyi, hogy van egy különbevetési osztályunk is, ők más ruhában vannak, amikor akciózni megyünk. Ez az, Tadi, szép. Csak nálam vagy. Hát fiú, nem tudom igazából, most jött a főnök, most kellett felmentünk, kérdezett a volibolt. Gondolom az most, aki nem akarja itt a... Tony elszólta magát. Hát azért a különböző ruha is azért ez látszik. Hát fiú, beöltöztettük, én vagyok a főnök, megmondom neked a frankót. Igazából ennyi. Őt öltöztettük. Ő egy sima tag, nemrég vettük fel. Igazából ez volt a cél. De ez nem jó, mert tudják... Megtévesztés. Mert tudják, hogy én vagyok a főnök, mert ott hozták a pendrive-ot. Hát most mondtad, hogy vártátok a főnököt, amíg megjött. Hát ja, csak nem jött meg, hogy csak lecsaptatok ránk. Hát pont kaptuk a fülest, hogy kevesen vagytok ott aztán. Ja, sajnos kevesen voltunk, aztán nem tudom, hogy a többiek majd merre járnak, de szerintem alszanak még, mert ennek bulikáztak. Hogy kérdezzem már, hogy ő itt középen kicsoda? Ha nem a főnök. Egy sima tag. És a tag miért nem veszi le az izét, és miért utasított arra, hogy ti ketten megtettek be?
kíváncsi vagyok. Igazad van teljes mértékben, de ugye mi azt adtuk neki, amikor ezt a szerepet megkapta, hogy végig hűke maradjon a szerepéhez. Irányító vagyok, uraim, irányító. Nem főnök. Így van. Matakként te irányítasz, mit tudsz te ennyi? Ez a feladatom, elég jól tudom irányítani az embereket, manipulálni őket. Te irányítottál a putzérfalunál? Nem. Van nálad még ügyesebb? Ezek egy állatok! Ezek egy állatok! Na most melyik öltök a főnök, akkor viszont azt már tényleg szeretném tudni. Itt mellettem, bal oldalon az úriember. És lenne esetleg olyan ember, aki fizetne értetek pénzt? Fizet? Hát, ha kapok egy telefont. Már vagy ha én kapok egy telefont, ugye mint irányító, mennyi pénz lenne? Hát mennyit kérjünk? 200 millió? Okosabb. Per fő. Mi? Hát, ja, legyen az 200 mennyi pontosan? Az 600, ugye? Az 600, így. Hát jó, te biztos nem vagy a főnök, ha igen? Már háromszor nem tudsz kettőt beszorozni. Most akartam felszorozni még kettőre, hogyha elmondjátok a belső informátort, de akkor hagyjuk. Hát, 1 milliárd. Nem, mi nem köpünk, mi nem vagyunk. 1 milliárd 200 millió. Kapok egy telefont. Egybe, KP, cash, barna bőr kis táskába, ha megtudhatunk annyit, plusz ha évekig tudunk innen menni. Ki az, aki a csapatunkból köp? Ez engem a illet. Hát egyet itt elmondok, viszont, innen éve nem mentek el. Viszont lenne egy nagyon fontos kérdés, fiú. Hát az akkor szasz. Köszi GTA Man, az egyik emberünket nem láttuk már pár napja, és nem tudjuk mi van vele, hogy tudtok-e róla valamit. Kit nem láttatok? Tomás névre hallgat, és, de ismerős az a nép. És lehet, hogy köze van hozzátok. Hallottunk valamit, mi? Neymarra a focistára hasonlít, hogyha láttátok. Ja, Neymarra. Tegnap, ha jól emlékszem, volt egy akciónk, ahol elkaptunk egy embereteket. De nem emlékszek majd pontosan a nevére. Köszi GTA Man. Hát a videóra emlékeztek? Nem, de ott Bishop volt, fiúk. Na, hát ugyanaz történt vele is. És ti végeztétek? Hát a szövetségesünk végzett vele. Ki a szövetségeseteket? Ezt az infót mondjátok el nekünk. Hát azt nem mondjuk. Ezt tudjuk, főnök, ezt ja, nem kell. Aki az? Kingsman. Kingsman. Hát nem az, nem ők azok. Nem a Kingsman hát, nem volt. Nem tudom, igazából elég úgy tűntek a szálak, hogy amikor ott voltunk a... Beszéltél valakivel? Felismertél valakit? Hogy mondod? De várjál, tehát ha adjunk nekik egy telefont, aztán akkor hozzássák ide nekünk a pénzt, a ismerősökkel. Szóval hát az előbb azt mondta, hogy nem távozunk innen éjjel, akkor igazából. Titeket, hát, és keresnek hát, valami, valamit azért, valami alkot kössünk. Ha adtok egy telefont, meg kintről behozzátok a SIM-kártyámat, akkor tudok írni egy SMS-t. Még nem tudod a számot fejbe? Megerőlteted magad, csak megy, nem? A számot nem tudom fejbe, azért rengeteg telefonszáma, nagy a család, fiúk, tudjátok. Várjál, szólok rádió. Srácok, valamelyik öltök a húsfeldolgozótól hozza be itt a fekete ruhás úriembernek a SIM-kártyát, amit ott a földön összetapostunk. SIM-kártya nem mentünk. Oké. Okay. Főnök, figyelj csak. Na, hoppá, kiderült, hogy a főnök. Hát ez így szoktuk egymást szorítani, tehát főnök. Aha, ezt már nem magyarázott ki. Srácok, ez már az ötödik vagy hatodik baki mióta itt. Na legyen így, akciófőnök. Azt tanácsolnám neked, hogy tudod, akinél mindig tartjuk a pénzt. Igen. Azt úgy hívják, hogy majom, tudod, ő a pénzes ember a csapatba. Igen, őnek igen, ír igen. Egy üzenetet, hogy akkor hozza a pénzt, jó? Jó. Ő csak a pénzes ember? Ő a pénzes ember, igen. Várjál. Na, nem mozogjunk. Most itt be vagyok. Hallod, tesó, nekem ez a majom, ez ismerős amúgy. Igen. Honnan ismerős? Na mondom, milyen majom? Valami rémlik nekem. Egyszer ez szerintem már volt felé valami barni. Ez nem jó. Megkosztam, tesó. Legyél kedves. Megkosztam, aha. Odaadod neki a szépkártyát. Meg egy telefont is kérek szépen. Persze. Uram, ahogy látom, önök is jártak már mazboltba itt a városban. Ó, benyúlok a zsebembe. Rengeteg majom szolgál itt a városban, biztos, hogy nem ismerik. Elveszem a szimkártyát. Elsős emberük azért beszélt. Kinyitom a táskámnak olyan cipzárját, belenyúlok, kiveszem a telefon. Én napi szinten látom, hogy a telefont, akkor majd rak bele a SIM-kártyát. Hát teszem a telefont, belerakom a SIM-kártyát. Na, csak. Fegyver is sok van náluk, meg pénz 600 millió, fiúk! Igen. Így van, 200 per kopf. Ezt te, nem semmik vagytok. De mi az alkú tárgya amúgy? Semmi? Hát az életetek szerintem az elég alkú, nem? Ja, jó, hát akkor kijutunk ki, nem jutunk ki. A telefon az nincs nálam, szerintem visszaraktad a zsebedbe. Ja, várj egy pillanatot.
Igazad van, rosszat adtam oda, az az összetört telefon volt. Köszönöm, hogy szóltál, akkor átnyújtom a telefon. Átveszem a telefont, belerakom a SIM-kártyát. Megvárjuk, még betölt ugye a hálózat, négy csík. Igen, a mobilnet rövid időnkkel. Van térelő itt bent? Ideben biztos, hogy lesz, csak valószínűleg... Nem árnyékolják le? Valószínűleg 4G nem lesz. Nem árnyékolja le. Ja, 4G hívás az nem kell gondolni, nem akarsz netezni. Na. Majd találták az infót, majd nézzétek az épületbe a bejárat fele, jó? Nehogy meglepetés érjen minket. Semmilyen infót nem adunk, annyit mondunk, hogy hozzanak pénzt, azt ennyi. Az lényegtelen, attól függetlenül mi jobban megbízunk. Ja. Magunkban jobban bízunk, mint bennetek. Mi biztos hát ez egyértelmű, persze, ez alap. Mi nem vagyunk szétszórtak. Hát de bulizni hát, szoktatok, nem? Ti is. Ki nem bulizik? Hát akkor másnap is izé egyből haptákba álltok, azt mentek izé katonáskodni. Tesó, veled mi van? Basszák, angyák a lábad? Megírtam az SMS-t, fiúk. 600 millió. Na, nagyon helyes. Azért azt még írd le nekik, hogy mennyi idő mire ide érnek, ha nem akarunk egész nap itt várni. Rendben, megkérdezem. Lenne jobb dolgunk is. Bankba biztos nem kell bemenjenek, mert KP-ba van egy kicsit arany, már csak azt mondja, nekkel akarunk beszélni. Rendben, rendben. Az én leszek, de nyomják nyugodtan. Már elárultad magad, hogy nem tolja főnök. Nem kell itt a körítés. Oké, okay, oké. Okay. Nem vagyunk mi se hülyék. Főnök, menj, ennyire lassan írsz? Nem, csak tudja, hogy bepegyögni a számokat. Mi, Pornhubot nézték közben? Nem szoktam. Mire beírom a számokat, nagyon sokáig. Aki nem szokott azt nézni. Házas ember vagyok, fiúk. 42 évesen, három, hogy három feleségem van, értettek? Hát akkor 42 évesen csak nem vagy olyan... 42 évesen csak nem vagy olyan hülye, hogy fejet akarsz a fejedbe. Úgyhogy... Azért tapasztalt vagyok már. Csak írkálják. Jó, jött már a válasz. Tudsz valamit? Megnézem. Szóljál van valami. Gyorsan, hol vagy, Szláva? Na, semmi? Ne, új Szláva, semmi, nem válaszolnak még. Nem egy, fotó, egy fotót talán tudsz neki küldeni, hogy igazán jobban azt tudod, jó, hogy itt ezt észrevehető, hogy itt a földön nem csak azért festék, más emberek vérei vannak itt hagyva. Gondolom, nem akarjátok itt a véreteket ide kiemelni. Új Szláva, mi az kellett volna? Bakker? Nem nagyon akarjuk. Figyelj fiú. Már, egy kérdés, mikor beraktad a SIM-kártyát, aktiváltad egyáltalán? Igen, aktiváltam. Jó, akkor érdekes, ennyire csak nem lehettek fontosak, amíg nem válaszolnak. Ez így nem lesz jó. Meg minden kiderül. Enni, inni, van nálatok? Éhen ne halljatok itt nekünk. Szóljatok. Azért ennyire nem vagyunk. Szemetek, hogy nem adunk nektek kaját, meg piát. Nézd már megint a pornháború. Nem tudom, köszi István! Aktiváltam még egyszer a számot, és megint elküldtem nekik, hát egy jó lesz. Na jó van, én viszont akkor viszont megyek vissza a többiekhez, jó? Szétszorolom. Nézzetek körbe. Teljesen ki vagyok. Kantáros! Viszont van még egy pénzügyi asszisztens. Neki is elküldöm akkor, hát ha ő látja. Nekünk mindenki hozza a fészt, csak valaki hozza. Rendben. De lehetséges azt a majmot azért, ezt meghallgattam, hozza ő inkább. Beszélgetnék vele is. Lövődöznek! Új, lövedezés van. Nagy hangzavar van. Ajaj. Valami lövedezés van. Mi van ott kincs? Nem mozdul egyikőtök se, jó? Nem. Semmi trükk. Jó. Akik be... menjenek előre. Ajaj. Segítsenek nekik. Szerintem nem válaszolt, és rögtön jöttek. Nyugi, nem mocorogjatok, jó? Ki vigyorog? Ne vigyorog, mocorog. Jó. Hát jól lövöldöznek kint, mit csinálná? Majd azt intézik az embereink, jó? Ja, jó, oké, jó van akkor. Kantárosnak akartam írni. Így hozzátok a pénzt? Nem, hát jó, nem, dehogy is. Ezek nem mi trükközünk, fiúk. Én leírtam, hogy 600 milliót hozzák, ennyi. Nyomjátok egy lájkot, ha tetszik a live. Köszönöm a támogatást, tagságot.
Csak tényleg csak fed! Remélem lelövik ezt az állatot. Figyelj rájuk azért, nehogy rátámadjanak. Figyelek, figyelek mindenkire, nyugi. Forgok. Tudunk valami infót? Mik ezzel kilövöldözik? Már elvette a fegyveremet, Homis. Már elvették a fegyvert, az csak allud, ott van, de elvették a fegyvert már. Mit sutogtok? Semmit. Na mondd el nekem is azt a sugdolózást. Na mondd. Megtudhatjuk, hogy mi van itt, fiúk. Mi közöttök van hozzá? Hát, hogy így hozzátok a pénzt, akkor ez nem... De mondom, fiúk. Hogy ezek, ezek nem mi vagyunk. Vagyunk, fiúk. Hárman voltunk ott, szerintetek tudod megkörülni. Ki jár ide a régi húsfeldolgozóhoz, ha nem ti vagytok? Hát ne arra, hogy az MVS is szokott ide járni. Ekkora felhajtással... Vagyis amikor mi jártunk ide, egyik emberüket, majdnem. MVS? Elég feltűnő. 10 autó, mert helikopterek. Honnan tudod, hogy még itt van? Hát most nyugodt, az már rég volt. Csak lehet, hogy ők, hát nem tudom. Féltek az MVS-től? De hogy félünk tőlük, csak volt velük konfliktusunk. Na mit tudtok az MVS-ről, ha már itt tartunk? Azért az is jó, jó jön nekünk, ha tudtok valamit. Na, ez mondjuk baráti. Még a végén barátok leszünk. Hát mondtam, beszélgetni jövünk. Barátok nem leszünk, az biztos. Ez garantálom hát azért. Jó, hát most ez ironikus. Csak hát most az életetekkel azért, azért, hogyha tudtok van az MVS-ről, azért az érdekelne minket is. Hú-hú. Tani, te mit tudsz róluk? Én? Annyit, mint te. Semennyit. Az igen, elég szomorú lenne, tudnák róluk valamit. Ennyire vicces itt a csatornában? Nem, nem vicces, nem vicces, csak most ez az MVS, ez kicsit lazította a közeget, de ezek szerint ullátszik a náltuk, nem? Igen, mert volt velük tényleg egy-két konfliktus, ami gáz volt. Hát minket nem tudtak megfogni még. Na, vagytok 80 ezeren azért. Na, ugyanesek. Véletlen elcsúsztak mindig a jégem. Azok a régi 18 utcások, azt mondjátok? Csak nem. Srácok, aki nincs itt a feldolgozónál, most ne rádiózzon. Lőjék már le őket, valaki... Megütjük már le is lől, ennyi volt. Na, szóval mit tudtok? Kinyírták a, az egyik nagyon jó barátunkat, meg régebben. Na, ki volt az? Ki volt az? Azóta vadászunk rájuk, el nem ismeritek. Fogadjunk, hogy nagyon régóta tevékenykedünk már itt a városban. Mióta? Már mi most találkoztunk veletek, nem olyan rég. Hát... Jól csináljuk a dolgokat. Mióta vagyunk, tesó? 6... Gomorra régebbi? 6 hónapja körülbelül. Így van. Ászta. Látod, azt se vetted észre, hogy két emberedet már elvittünk. Figyelj már, Bishop... Látod, okosan csináljuk a dolgokat. Annyit hagyd kérdezzek már, hogyha lehet, hogy Bishop igazából mit... Igen, mit ártott nektek? Vagy miért lett kivégezve? Vagy figyeljetek a videóra. Megnéztük a videót, de hát... való, ennyi tartott, ennyi. Azt és tudjátok, hogy nektek miért ez a nevetek, hogy megváltók? Na miért? Na miért ez a nevetek? Nem meg akarjuk váltani a világot. Na. Hát ez a nyilván mi is beletartozunk. Mi meg ezzel ellen teszünk. Hát jó, de most ti nem a rendőrség vagytok, vagy igen? Hoppa, hát nem ilyen kis az egész város, azért. Hát ti is megváltatok valamit. Egy oldalon az... harcolunk, fiúk. Persze, nem harcolunk egy oldalon, mi a saját érdekünkért harcolunk. Hát szóval, az érdek közös. Szóval nem tűritek el, hogy más banda vagányabb, mint ti? Vagányabb. Jó voltatok vagányabbak, mint ti. Mindjárt kapom a golyót! Mondj már egy példány. Nem tudtuk, hogy ti léteztek, fiúk. Nem most fegyverre, a fegyver az arcába nem fogja soha azt mondani, hogy volt olyan idő, érted? Figyelj, lerakom én a fegyvert, beszélgetem. Na, hát biztos volt valamikor. Na, mesélj nekem, ki volt ez az ember, akit elkaptak az MVS-esek? Én nagyon szeretett emberünk. Bishop ismerte nagyon jól. Bishop mesélt valamit róla? Tehát én vagyok, te. Nem rémlik. Nem tudom, hogy nektek mit mondott Bishop. De hogy miért végeztétek ki? Bishop ennyit ártott nektek az éme megváltós. Figyelj, mi keresztbe akarunk nektek tenni, mert mi akarjuk megváltani a város. Miénk lesz az egész város, nem a tiétek. És megmondtuk a videóba is. Amit odaadtunk nektek pendrive, hogy szépen egyesével mindenkit el fogunk kapni. Kvázi vadásztok a Kingsmanre is, mert hogy ők is azt híreztelték, hogy ők uralják a városokat? Figyelj, itt mindenki híresztel mindent.
tények meg magukért beszélnek. Látod, hogy most... Hogy mikor a sarkukra kéne állni, akkor nem tud senki a sarkára állni, és mindenki elcsúszik véletlen. Oké, jönnek be! Ha támadtatok minket, akkor legalább nyerd ismerés, hogy letétársat fedeztek. Azért nézzük már meg, nézd már meg, hogy mi ez, jó? Én nem mondtam, hogy ennek hangzik. Megnézem, jó? Nem mozduljatok. Eszek, iszok. Jöttök, akkor gondolom azért, mert nem vagyok Jin! Én vagyok Jin! Figyelj, itt minden kis nagy banda itt előbb-utóbb így végz. Jó. Benne van a nagy is, az a rossz. Kik ezek? Nem mondtuk egy szóval sem. Kik? Ez az! Szedd szét! Ki bárki vagy! Szedd szét! Fedezékbe, Tony, fedezékbe. Igen, bárpől vár még a te... Hú, az meg ezek jönnek, mint az oroszok. Tegyétek fel a kezeteket. Bakker! Bakker! Maradjatok ott, ha nem akartok ugyanígy járni. Azta! Á, ez nem igaz. Tony, nyugi, állj meg, Tony. Jó. Ezt nem bújjunk el. Kinézzük, jó? Na mindegy. Figyelj rájuk, csak figyelj rá. Jók így ide. Maradj meg ott. De nem futok! Aztán. Kik ezek az állatok? Felvenni a fegyet. Nyugi, a maszkodat vedd vissza. Ez az! Meghaltak! Ki ez? Ez nem Rich! Hol? Tedd le a kezed. Ez nem mondott komolyan! Ez egy állat! Azta! Kik ezek? Fiúk, lőnek! Gyere, Pali, kérjük! Nyugi! Kif! Jó, velünk! Gyere, Pali! Gyere, futás! Azt a mi volt ez? A Tomit is kinyírták! Gyere, Pali! Ne már! Gyere! Ti állatok! Mennyi, fussál már, ne állok! Fussál már, ne állok! Fussál már, kik ezek az... Mi az az autó? Lássuk, fedezetek minket! Mi? Azt a... Fussál! De Tonyt mi lőtték le? Mi vagyunk? Azt hitték, hogy Tony ellenünk van! Köszi, Jay! Mi van, fiúk? Azt hittem, hogy már nem értek ide sose! Fiam, nézd, hogy a hány embert mordósítottunk miattad! Ezt! Neveszi futás közben, beszorul a levegő, fussa! Igaz! Nézd már hátra, hányan állnak ki érted? Azta! Azt nézzétek! Gyerünk, futás, azt futás, Pali, fussál, ne állj meg el! Futok! 42 évesen van, nem bírja az ember! Várjon, segítek, tolom magát! Erre te öreg vagy, hallod? Köszi, Erik! Rich megmentett! Gyerekek, Rich lelőtt Tony, egy embert! Tony, nem. Tonyt lelőtték! Csinált már? De hol? Rich megmentett. Várjál, Pali, rendőrök is vannak. Rendőrök. Tényleg? Lehet, hogy a rendőrök lőtték le? Donét érkezett, ezt nem hiszem el, teljesen kivagyok. Köszönöm a támogatást, győzelmi donéteket, köszönjük! Hát, a majomék! Ezek egy állatok. Rich, bejött! Szétpumpált mindenkit! Ennyi volt. Rendőrök is ott voltak? Merre fut? Itt vannak a megváltók is. Rich, te állat! Minden rendben, főnök? Mondjad, főnök! Minden rendben. Ott van kint egy rendőrút. Meglőttek. Jó, befele, ott egy rendőrautó. Befele. Köszi, gyerek, Zsolt! Ott egy rendőrautó. Az nagyon nem jó. Nincs fegyverem. Pali, van fegyvered? Nincs, elvették ezek az állatok. Rendben. Átok ide volvert. Zsaruk is ránk vadásznak? Nem tudom. Köszi, de kijöttek ide, Gyere, Pali. Gyere velem, Pali, gyere. Gyere, Pali, gyere. Jövök. Van az hátul. Érkezett, ezt nem
nem hiszem el, teljesen ki vagyok borúba, lesz mit enni. Ne legyél a frontvonalba. Sászok, ne lőjetek innen hátuló. Pali, gyere, gyertek, gyertek. Pali, ne lőjj, Pali, ne lőjj, kussal, ne lőjj. Gyertes kapu, gyertek. Na. Kicsit álljatok meg. Nyugalom, nyugalom, állj meg, jó? Kicsit apikazzunk. Kicsi rádió nyugalom, jó? Köszönöm. Asztok, köszi Johnny! Meghaltál! Nem már Johnny! Gyertek mindannyian oda, gyertek mindannyian jó vagyunk, jó mindannyian, gyertek! Nem már te állat! Tudják, hol vagyunk benne? Asztok! Hát napot neked láttak már, refut mindenki! Jó, várjál, mindenki meg kínadva a palancs, mindenki a test, a testével védje Palit, ha kell. De viszont innen merre az út, merre tovább innen. Nem tudom, kéne egy gyó, utána lehet is. Elő volt, bazd meg! Elő volt két helikopter. Tonit nem a gomorra nyírta ki! Admirál, le tudtál jönni? Gyerekek. Nézd meg, meghalt, gyertek, katok, sinekhez, azt menjünk el egy publikba, vegyünk el autókot, jó, gyertek? Pali, gyere, persze. Pali, gyere. Jövök, jövök. Skacok, gyertek, hogy tudtok, menjünk el egy publikba autók, jó, sztipnünk. Golyó álló, az még jó, hogy rajtam volt. Igen, ci kaptam egy házat. Azt a én is. Megtaláltam a százasod. Nagy röhög. Rics is egy állat. Főnököt vegyük körbe, a főnököt vegyük körbe. Nem CK-ba, Tonit nem ők lőtték ki. Akkor az olajipari publikba? Kellünk. Persze, úgyhogy rádió mindenki olajipari publik, jó? Mindenki. Gyerekek, ez. Admirál. Hello, szia Gábor. Azta. Adj nekik pénzt. Ez az autó ki az állatunkba. Nincs az a pénz, amit oda tudnék adni nekik. Tűzparancs az autóra, mindenkire. Nem. Gyere, Pali, hely. Megyek. Tony, vissza tud jönni? A feléled a kórházból, oda megy a bázishoz, remélem. Rich azért volt ilyen bátor, mert drog hatása alatt volt. De most már tudjuk, mi veszíti ilyen mindig a fegyvert. Ő megy legelőre. Mi lett idém? Kérdés, fel tudtok jönni, sások. Köszi. Sziasztok. Oké, ügyesek vagytok. Majom, te állat. Olyan sprintem van, mint a nyúlat, bahú. Fussál már, Pali, úgy fut. Futok, te állat, 42 évesen nehéz. Úgy fut, mint a lájtó, bazd meg. Helyett bolyan adrenalin lenne benne, mert a világ. Hát meg se tudok szólalni. Az a helikopter, vagy nyugod? Jó, van, akkor jelentsd ki, légy szíves, Jóli, és a következő kordiba azt mondja, rádion kijelentem, hogy fel foglak lőni, semmi fogja. Gyere, Pali, gyere. Megyek. HQ-t is kell változtatni, igen. Nincs annyi. Örök kiadósuk leszek. Ott egy heli. És velünk van szerintem, Teku. Teku is itt van. Ez egy állat. Pali, jó vagy amúgy, nagyjából? Hallod, hát örök életemre adósod vagyok. Azt tudom, nyilván volt. Már a múltkori után is, de ezután meg végképp. Ezt hozhatod a izét a karikagyűlőknek, mondom. El foglak jegyezni. El is veszte, elviszlek bárhova. Na, mint egy film. Olyan, mint egy filmben. Köszi. Hova futunk? Merre megyünk, majom? Gyere, csak utána. Először is egy autóért, ez biztos. Így van. De majd még egyszer megfuttatsz így, hallod? Honnan tudjam, hova? Átfutottuk az egész várost. Az ellenség? A Gomorra, a rendőrség és a Kingston is kim volt? Az egész város felrobban. Olajipari publik hátizsák. Vágod itt a izén mennél fönt a hegyet. Jött egy SMS, szerintem az Dominik lesz. Köszönöm. Aki tag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap, köszönöm szépen. Hol épp a Republi? Pali, Mési, ők megyünk mi hárman egy kocsival mindenki. Rendben. Gyertek. Gyertek, Pali, meg Mési, gyertek, Pali. Tud nekem adni egy segélytáskát, hogyha már lehet ilyen Pali, persze, megnézem a zsebénbe, van ilyet, adok, jó? Te Pali, ide hátra. Jövök. Ide, majd álljál hátra, Maki. Jó, kérlek be, egy másodperc.
Mi történt? Jó vagy, jó vagy, jó vagy? Jó vagyok, de még mindig sok hatás alatt vagyok. Jó, köszönöm. Mert te meg egy ász, hallod? Te jó vagy, bátyú? Sokan voltak kint, fiúk? Na, voltak egy pár. Amikor elvittek, hallod? Voltak 30-40-en. Hát itt is voltak. Hát de nem tudnak lőni. Az egyik ketten ott izé ugyanazon a helyen píkeltek ki a rolós ajta, mind a kettőt úgy fejbe küldtem, csak az örökött. Hallod, de Pali? Igen. Még szerelésem a jobb szerint. A rózsaszín vagy ez? Ez sokkal jobb, Teku. Jó, akkor. Te állat. Hallod, nekem melyik szerelésem jobb? Ez ne. Vagy ez? Neked mindkettő, ez az akcióruha. Így most aranyosabb vagy. Nincs rajtam a kalap. Várjátok, csörög a telefonom. 80-76. Tudom, a Dominikon. Hello? Merre vattam el? Még éreben vagyok, merre vattam? Menj a bázisra, nem tudom hova fogunk menni, jó? Bújj el a bázison! Jó, oké, megpróbálom most se. Helikopterre megyek, mert itt vannak még. Jó, oké. Okay. Megpróbálom a bázishoz menni, jó? Oké, vigyázz magadra. Jó, szóljátok, merre vattok, akkor szívesen megyek érte. Oké, hello. Okay, hello. Köszönöm ezt az almaseget. Fiúk, tőletek esette ember? Ne beszélj már hülyeséget, dehogy esette. A Johnny azt mondja majom, hogy nem estéje. Nem. Közünk nem esett senki. Hát jó, aggódok, tudod, miattam. Kerültök bajba, érted? Ez már nem az első. Inkább azt mond, Tonyt szerintem nem tudom, lehet összekevertétek és a ti embereitek lőtték le, akik jöttek szembe. Az lehetséges. Tonyt érkezett, ezt nem tudom. Kórházba van. Maki, akkor túlélte szerencsére. Tessék. Egy ember vagy kettő az, tőlünk biztos esett a benti egységben, bent voltunk, ott láttam. Jó, járulékos veszteség, úgy nem tudok más mondani, ne haragudjál. A lényeg, hogy itt van a főnök között. Persze. De oké, köszönöm, hogy szóltál. Ügyesek voltatok amúgy, meg kell, hogy mondjam. Köszönjük. Na, itt vannak, Pali. Igen. Szerintem most is sort keríthetnénk rá. Itt beszéltük már a srácokkal, hogy ami most itt megy a városban, a Kingsman meg a Gomorra által, az így nagyon nem kóser, se nektek, se úgymond nekünk se. Hát igen, és szóval hogy őszintől legyek, le vagyunk gyengűve. Hallgass meg, hallgass meg. Köszi, Vanda! Szóval a srácokkal felajánljuk a szövetséget is, mindenki belegyűzött. Ezt elmondod, légy még egyszer, nem hallottam. Hogy a srácokkal itt közösen megegyeztünk abban, hogy felajánljuk a szövetségünket. Legalábbis addig, amíg ez az egész tart. Addig mindenképpen. Le vagyok sokkó a fiúk. Valaki adjon neked egy ügyét. Miért? Hát nem fűztem semmi reményt hozzá. Hát azt mondtátok az elején, hogy semmi ilyenről szó se lehet. Semmi ilyenről szó se lehet addig, amíg nem érezzük azt, hogy mi is úgymond sértve vagyunk, és minket is nem akarnak bántani. Rólatok már... is kérdezősködtek amúgy, és mondták, hogy majom rólad már hallottak. Hát a majomot konkrétan ki akarják nyírni. És innentől kezdve ez már a mi problémánk is. Innentől kezdve pakolj fő! Köszönjük, fiú. Ugyanakkor én hallottam egy beszélgetést, nekem van egy informátorom ott a Kingsmannek a köreibe, és nem csak titeket akarnak kinyírni, hanem minket is. Azt, de most azt mondta a Tomás, képzeljétek el, Tomást elveszítettük örökre, képzeljétek el, Gomorra találkozott velük, de azt mondják, hogy nem a Kingsman volt, ők csak végignézték, és nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik kinyírták Tomást. Hát de akkor kinyírhatta ki, és miért? Most is azt mondták, hogy Bishopot azért nyírták ki, mert megváltós. Ennyi az indok. Ők akarják urálni a várost. Vagy az MVS. Nem, most biztos. Ez így gyanús nekem. Én sejtek valamit, de még nem mondom el most, akkor ha ez is bebizonyosodik. Viszont én sejtek valamit. Hogy kik azok a kérdőjeles csapat. Én olyan információt hallottam, hogy igazából a Gomorával szeretne a Kingsman fegyverekkel. A fegyvereért cserébe. De ezt nem értem, hát a Gomorra először odajött hozzánk, hogy információkat adjunk, ugye még mondtam neked majom, hogy még mondtad, hogy a 10 millió kevés is egy információé, mert hogy ők utálják a Kingsland meg mindent. Vége van? Nem még. Hát ez érdekes. Helyezkedjetek. Urálni a város. Bocsánat. Látok, izé, mindenki. Megváltósok meg mi. Foglaljátok el a helyeteket, jó? Ne izé bambuljunk, mint a izé. A Pali, akkor nyújtom a kezemet, és akkor jelképesen megközhetjük ezt az alkot, amit most beszéltünk, meg ezt a szövetséget. Rendben. Már egy kicsit közelebb állok hozzád. Kia. Pillanat. Arra ébálsz, benne gyerek. Persze.
kezet rá. Na jó van akkor. Édesre, én is nyújtom a kezemet és a pöcsömet, végsőbe fogom mindent. Te állat! Jobb kézzel húzod, bal kézzel melegíted. Üdvözlünk a csapatba titeket, mindenkit, mi nem csak valit, mindenkit. Sziasztok. Köszönjük még egyszer. Köszönjük. Illetve majd egy-két dolgot le kell... Szláva! Itt van Szláva! Majd mikor is lájjék. Szerintem hozzá, hogyha meglátogatnánk azt a pucért falut ismét. Az nagyon jó lenne. Az nagyon jó lenne. Vagy körbe küldeni a várjában. Tessék! Vagy körbe küldeni izéket, helikoptereket, hát hogyha valahol megtalálják őket. Vállaljam a helikoptert. Aha, légy híves. Megint ott lehetnek ezek az állatok? Milyen kicsi, gyere arrébb! Szláva, Tonit nem tudod a kórházba megnézni, vagy a bázison? Ő de, nézd már meg, légy szíves. Kell egy nekünk, más, Toni. Egy másodperc és jövök, még kisírok a bokorba. Rendben. Lehet, hogy Ordi Pálnak megvinni a csalódokra. Gyerekek, még Dora is lesz. Pedig hogy találkoztunk? Olyan, szerencsétben, hogy épp ebben a városban voltunk. Már annyi szó kihúztatok a szarból, már bocsánat, hogy hihetetlen. Bocsánat, de tényleg a kakiból húztak ki. Nem is tudom elég szemek köszönni, hát örök életemre adósatok leszek. Ugyan már. Nem kell megköszönni. Viszont bízom benne, hogy nem mi sodortunk bajba titeket. Figyelj, igazából ők sodorták saját magukat bajba. Azt mondták, hogy a rendőrségre is vadásznak, minden maffiára vadásznak, mert ők akarják uralni a várost. Ennek rogyafatom az meg. És mondták, hogy a majomról már hallottak. Igazából úgy tudtuk ezt elintézni, hogy mondtuk, a Tony odafordult, hogy egy majom formájú ember fogja hozni a 600, ő a pénzes emberünk, és úgy húztuk ki ezt az egészet, mert mondták, hogy a pucérfalunál még volt ember, ugye, hogy más ruhába. És mondták, hogy hát közénk tartoznak, csak más akcióruhába. Úgyhogy rólatok semmit nem mondtunk el. Na jó van. Viszont tudnak rólatok ezek szerint. Hát ez érdekes. Elég érdekes, igen. Csak nem mákos. Jó a live chat! Várjuk meg Tonit. Aki tag lesz, két dedikáló kártyát, akkor köszönöm István! Felen gyerek, hallasz? Szuper. Hallod ő? Így van István! Így van István! Így már szét a városban egy két itt buszsofőr köthettünk volna! A Gomorrának is köszönjük ezt a jó RP-t! A Gomorra nagyon jó RP-zett! Ahogy ők beszéltek, profi RP-sek! Profi RP-sek amúgy! Ezt meg kell hagyni! Nem lettek volna, akkor most a megváltó halott lett volna! Hogy profi RP-sek! Akkor gyere te másik. Na, két darab pilóta menjen el jó a bázisra, hozzon két helyet, viszont az a két darab... Téged, a Gomorra vagy pedig a Kingsman? A Gomorrás ruhába jöttek. Betörtek a bázisra és jöttek. Ugye, már tudták a bázist, ugye? A kéteket? Tudja már mindenki, az egész város tudja már. Azt nem tudjátok, hogy a rendőrök hogy kerültek ide? Azt nem, a rendőrökről fogalmunk sincs. Az a baj, ezek folyamatosan... Folyamatosan idején tud állékoskodni már kicsit. Hát. Figyeljünk, a rendőrök feltették a kezüket, és elengedtük őket. Aztán felmentik a tetőre, és hátraültek még. Az igen! Az a baj, nem ez a dolguk. Nem ez a dolguk. Nem ez a dolguk. Mi lövöldözés van a városban, nekik az, aki kell menni, meg kell nézni. Étem, végezték a dolgukat. Aha, csak a föltesik a kezüket. Kevő, az helyre jöttek. A publika múlt, de jó. Na, gyere Pali, légy féle meg, adj mi lát, te így gyere. Tony Elmustán van erő, negy. Szláva, Dominiknak is szóljál, mert írogat nekem. Beszélj vele, légy szíves. Jó. Köszi. Lőd le. Kérem már pár. Köszi Niki, és az elit tagságot a klipszes gyerek mondott. Elvileg ki tudja adni 50 millióért valami főnöknek az izéjét. Igen. Mármint mi ez? Várja, előbb jött elmondom, hogy elmondja a fantázit. Na, akkor ugye most már sebességben vagyunk, minket tudcsosik vagyunk nagyjából, illetve szeretném őket bemutatni, ezeket a srácokat. Ő Balátom Admilál. Erre való. Ő a másik sebességesünknek a izéje. Admirál. A gondolja elmondja, hogy mi a izéjük neve, a gondolja nem. De szeretném. Ja, mindenjük a Continentál. Rendben. Így van. Ők a másik barátaim. Üdvözöllek. Hello, üdvözöllek én. Pali vagyok, de ezt már biztos tudjátok. Én meg admirál. De hogy tudjuk, nem tudjuk, hogy senki sem. Tudod, hogy tudjuk? Mindenkinek mutogatom a telefonomat, mondom,
Nézzétek már meg srácok, Pali már megint így ilyen gatya. Gyertek gyorsan. Így tudjuk, tudjuk. Na, örülök neki, hogy amúgy ezért jól vagy, meg mondtál. Te hallod. Hát nem volt egyszerű ennyi ember, tudod kiszedni hirtelen ennyibe. Megmondom az őszintén is. Egy állatok vagytok. Ti vagytok a példaképeim már. A voltunk vagyis én 40-en amúgy, csak mondom. Komis, jóban volt a Continental? Az jó? Nem vagy voltunk, vagyunk most is volt. Állatok vagytok. Most itt talán nem vagyunk már annyian, de 40 nem biztos. Ez a szervezettség, ami köztetek van, ezt tanítani kéne. Köszi Dani, szia! Tanítsd magát. Persze, csak figyeljetek, aztán bele lendítok is. Hát jó lenne, de alig vagyunk már 10-en, érted? Na, viszont akkor kantálos ő elkezdett valamit, hallgassuk meg. Jó. Mert ez elég fontos. Ja. Az a lényeg, hogy van egy kontaktunk, aki ismer egy főnököt ott náluk. A Gomoránál? És egy kis pénzért hajlandó lenne róla kiadni, úgymond információkat. Az nagyon jó. És akkor akár egyből le is vághatnánk a, úgymond a fejét a lónak. Az a baj, megmondom őszintét, hogy én kicsit ellene vagyok ennek a izének, ennek a végleges fölöbb dolognak. Csak ha már elkezdték ezt a izét, ezt a hülyeséget, akkor úgy de gondolom, Tomász, hogy... Tomász, nem ők nyírták ki végleg. Ezt nekünk kell befejezni, nekünk kell pontot lakni a zsíle. Hát akkor ki akarhatta Tomászt, érted? Nem tudom, ki akarta Tomászt. Mi Tomász is ki lett nyírva. Így van. Illetve ki az, aki annyira ismerte, hogy földobja, ez egy pont. Én egyébként beszéltem Tomásznak a testvérével, mert a haverom ismerte, és azt mondta, hogy ezt nem fogja ennyiben hagyni, és a városba fog jönni. Az nagyon mondtam, jó. Mondtam, hogy a szárnyaim alá fogom venni. Ez nagyon kedves tőletek. Tudunk majd vele találkozni mi is? Persze, hogyha majd a városba fog érkezni, akkor mindenképp. Köszönjük, szeretnék vele én is beszélni. Rendben. Na és akkor hogyan tovább? Most elmentek földelíteni a helikopterőket? Hát földelítik a terepet, aztán hogyha... Igen, persze, elmegy a helikopterőket, akkor meg indulunk. De jó, szerintem ugye elbújtak. Illetve kicsit zavar, hogy ZVLD van a fejemben. Vagyis tegnap hazra mentem. Nem csak neked. Tegnap hazra mentem, mondtam Alsonnak, azt mondtam Alsonkor, hogy 20 percre mehetek ki az utcának. Kicsit az idegesít. Hát félelembe élni nem jó. Hát persze, tudod meg most izé, jön a gyerek, majd izé, az Alson is, majd izé, pocskocs, ilyenek. Most nem akarom itt hagyni. Ragyos az, hogy a pocskocs. Nagy izé, lesnek a puják. Nem akarom, hogy én meghalljak, hogy itt maradjon a panélkülét. Hát meg te viszed haza a pénzt. Nem? Hát persze, minden nap lopom. Minden nap lopom. Kiveszel zsebemből. Te meg miért itt vagy? Köszi Johnny, kedves vagy! Miért a testőröd mellett vagy? Nagyon jó RP-sztek! Köszi! Akkor miért itt vagy? Ne itt tegyél! Hát nem tudom, hol a testőröm. Hát ez a baj. Azt a... És üzében mi lett Homissal, Pali? Nem tudom, nekem azt mondták, hogy a kórházból lábadozik. Igen? Mert ugye... De akkor nem halt meg. Hát bízom benne. Ez az én hallottam ilyen híreket, hogy Bishopról megölték. Bishopról se hallottam azokta. Megvan a halkonát? Szerintem csak a memóriáját égették. Kisütették az agyát. Figyelj, Pali! Igen? A bazisoknál van egy autó, légyszíves rádiós lehelyinkkel. Előjönnek rá, hogyha ti emberetek van ott, jó? Nincs nálam rádió, szlávának. Szerintem itt van az összes emberük. Itt van mindenki. Talán ha Tony ment, adjak ládiót? Adjak ládiót, Balázs? Nem kell, köszönöm. A GoPro miatt nem megyek fő a Frekire. Azt hittem azért, mert nem tudod, hogy használni. Hát az is igaz. Vagy amúgy a Tony is itt van, az előbb látom. Itt van a Tony is? Még talán Dominik lehet ott. Dominik? Ó, pedig az jó sávó. Jó srác, igen, szeretem én. Hát jó, Pali, figyelj ide, ne haragudjál, ha valakit nem tudtunk kihozni. De megmondjuk a őszintét. Egyelőre a vezető volt a legfontosabb, a vezető nélkül nincsen van csapat. Én mondom, most már ha ti nem jöttök a végét, szerintem nekünk befellegzett volna. A végét járjuk már így is néha. Oké. Okay. Na viszont megpróbálják megfogni a bázisotokon azt az emberkét. Jó, ő lehet Dominik. Azt akarom még mondani, a Gomorra még elhangzott egy olyan információ, hogy 6-7 hónapja már itt vannak a városban, csak eddig csendben tevékenykedtek. Hát nem csendben, hanem eddig nem csináltak lószart se. Még egyszer mondja? Ja, aha. Tudtunk róluk végig is. Konkrétan így van. Szart se csináltak. Csak mivel nem köptek a lebesünkbe, hanem csak izé fokiztak ott a bázisukon, vagy nem tudom hol, ezért nem foglalkoztunk vagy. Érted? Uh-huh. Egyszer azt hiszem majdnem, hogy nem kibújt a szög a zsákból akkor. Igen, azt is tudjátok volna az egyes határnál, nem? Húha! A Gomorra az nem az, aminek a hákúja régen ott volt a izénnél, ott a határnak. De szerintem az az. A Gomorrai? Nálunk is van egy teniszpálya. A Gomorrai az az egyes határnál van, ahol a teniszpálya hátul. Igen, azt mondjuk az az. Az a nagy épület.
Johnny admin is, igen. Na, viszont a... Polinak a bázisoknál három embere van ott az ő észlet, embered van ott. Az én emberem volt ott? Három darab. Rendben. Na, akkor... Köszönöm. Mi legyen? Meg kéne támadni ezeket az állatokat. Figyeljtek ide, van nálam egy papír, előtte szeretném egy vérszerződést kötni, olyan, mint a Harry Potterbe, tudod? Kötünk egy megszekhetetlen vérszerződést. Te, mi, illetve akkor már mondta a kontli. Senki nem árul le semmit a másikról, rendben? De ezt jól meggondoltátok, fiúk, nem akarunk csalódást okozni. Hát te jól gondoltad, hogy egyedül szeretném maradni ebbe az... Nem akarok egyedül maradni, szükségem van. Hát akkor ne kérdezzél föl is egyszer. Imádom ezt az embert. Rendben van. Ez nem csak az a te ügyed, Pali, ez már a miénk. Nem már tiéd. Így van, engem el akarnak kapni, tessék, itt van. Megvágom a zsúlyamat. Mi lenne, ha mindenki belevegy? Jó, halálpesételem. Na jó, most kaptok, haló. Na. Kaptok egy embert a bázisatoknál, Pali. Egy pillanat már rádióban úgy mondnak. Na így. Elkaptok egy embert a bázisatoknál, viszont egy olyan embert, aki tud kiadni információkat a Kingsmerről. Szóval el kéne menni a bázisatokra. Mindjárt megyünk, egy percet megyünk. Miért nem hozzák ide? Hát ott őrzik. Menjünk oda, akkor jó, menjünk jó, oda. Izé, várja, körbeadom, a kantálos, te is itt beszélted le a véleddel. Na várja, vagy már egy kés, mert nincs nálam. Adjon, várja. Vagy vágd el az ujjamat. Menjünk oda a bázisra. Vágd meg az enyémet is, légy szíves. Á, ez fájt állat. Azt a... Köszi Félix, a bénisre. Én is oda nyomom az ujjamat, és van a lányom. Még egy kontinentálos. Admirál Balátom, itt van. Itt van a lányom. Én is add át. Vérszerződés, chat! Vérszerződés! Vigyázz rá magadra, hát! Azt a... Jó, akkor mindenkinek oké és minden? Oké és minden. Na, akkor menjünk a izétekre. De azt a... Most ez a HQ, ez még most megvan, vagy már ez nem? Mármint a mi bázisunk? Ami még itt volt lent, valahol. Ja, nincs. Nincs itt a kamionos telepnél. Van meg, ugye? Az az egy van, de már onnan is el kell költözni, ott mondom, az egész város tudja már. Már teljesen rosszul. Meglepő, tudod. Na, gyelünk sársak. Na, Palikám, gyere. Meg Mési. Meg Admirál. Meg kéne támadni a Gomorrát most valahogy. Szevasz, Tónika. Hello, Tony, jó vagy, Tony? Tavátto! Hello, jó vagy? Mi történt? Az a helyzet, hogy meglőttek téged és eszméletedet vesztetted. Megmentettek itt a fiúk engem. A Gomorra elrabolt minket, nem tudom mennyire emlékszel. És a fiúk meg megmentettek minket. Háj, de jó életben vagy, Palikám! Illetve már itt összejöttünk ennyien, a szövetséget is megkötöttük. Így van, megkötöttük a szövetséget, Tony, úgyhogy... Hát hallott, ti nem raprózzátok el azért az időt. Nem, ez óriási megtiszteltetés számunkra. Hát így van, király. Na gyere, Pali, Cyberbe a fejre, Udiba. Ja, nem mi vagyunk ott. Mi Admirális. Meg Mészi. Két vagyok. Gyerekek, ez kemény. Van egy kiütés ablakot, nagyon méges is. Nem ütöm. Ez nem én voltam. Jó, oké, semmi probléma. Biztonság kedvéért, ha megtámad. Semmi baj, Balátom. Nem én voltam. Egy, bajom. Akadhat néha egy kicsit. Tudom. Kicsit laggóhat, bocsánat. Jó, kijelő, kös. Falu, internetre gyűjtünk, jó? Ládió, kövessétek a izét, ezt a Q8-at, vagy mi a bánc ez? Internetre gyűjtünk. Fehér Audi Q8, 50 TDI. De nincs benne tudni, meg kilopták. Ne Fortnite-ozzatok, Ákos! Ne Fortnite-ozzatok, mert lefogják. Netre gyűjtünk, jó? Elvitt a babágyat. Meg aki tag lesz, ő is netre lesz tag. Beszáll a rezsibe! Hát fiúk, még mindig teljesen ki vagyok borúgva. Aki csatornatag lesz. Csak a Kingsman meg a Gomorra lesz a probléma. Van még egy Narcos nevezeti bolta is. Azt én arra gondoltam. Milyen? Narcos. Narcos? Képzeld el, Pali. Megkeresett minket a Narcos. Hát én most nem érek rá, beszélek hozzám. Kapunk egy megbízást, ugye mi fogadunk ilyen megbízásokat. Igen. És megkeresett minket a valamelyik az ő ilyen olasz szervezet, hogy a Narcos-t az daráljuk ki. Ezt valahogy megtudták, mert van ott egy kémük, és oda jött hozzám ez a Narcos nevezetű szervezet, hogy ők szeretnének egy ellenajánlatot tenni. Köszi Félix, kedves. Mondták, hogy szivárogtattak ki a Kingsmanről információt, meg adnak egy gyereket.
Na aztán utólag kiderült, hogy ők egyébként a Gomorrának a szövetségese, ez a Marcos. És egyszer csak meggondolták magukat, nyilván pont akkor, amikor ez a Kingsman-es téma úgymond közbejött. Tehát lényegében most a Narcos, Gomorra meg a Kingsman van szerintem így hármas. Így van, én arra gondoltam, lehet a Narcosok kapták el a izétomat. De ők tudhattak róla valamit. Hát figyelj, az a baj, a hármuk között mennek az információk, érted? Gondolom én. A Kingsmanbe tudjuk az egyik. Várjátok, kaptam egy e-mailt, vagy telefonszámot, üzenetet, szóval. Na mi van, patkányok, 6 emberemet le tudtátok szedni, ha vagányok vagytok, eljöttök ide és megküzdötök velünk, na? Hova? Kérdez, hova? Jó, hova? Jó. Addig én neki szóljál. Minden esetre találkozzunk ott a paliékákulján. Hívom Gézsut. Ezek elvették amúgy a telefonomat, lehet, hogy tudják a számot. De mondjuk nem tudom, hogy honnan tudják. Milyen számot tudnak? Hát az én telefonszámot, nem tudom milyen számról érkezett ez az SMS. Én van a loslások.hu. Várjatok, írt! Koordinátát is küldjön, mond neki. Jó. Küldtek koordinátát, jelöljek? Vedd ki a jelölést. Először találkozunk ott a srácokkal, szedjünk föl rendes autókat, ne ilyenekkel menjünk, illetve helikoptereket, megbeszélés, és akkor utána megint velünk. Azt mondták, hogy itt várunk titeket, nem lesz kegyelem. Ez szerintem a Gomorra. Mert ő embereiket szedtétek le. Akkor volt hát pár akkor ember, aki túlélte. Akkor minusz 6 fővel mennek. Közben itt az izgalma közepette azért kajálni, meg piálni, azért ne felejtsétek el, lehet mondanom. Jó van. Ne fogálkodjatok! Miért vagytok ilyen messze, bazd? Igen, Gomorra. Azt írta, hogy Eve Gomorra. És hol van a koordináta nagyjából? Nem tudom így most. Nem tudhatja. Csak ha bejelölöm a GPS-be, beütöm. Na hát jelöld, most már tudjuk. Mindjárt csak eszek, mert ilyen halok. Figyelj, Pali, te a saját házadból tudsz, vagy a hákút tudsz kivenni fegyvert, nem? Én tudok neki adni egyet, tudok adni valakinek egyet. Én fegyvert tudok adni, de mellé nem. Nekem mellén kéne amúgy, de. Hát nekem is kéne mellé most az akció után. Minket daráltak a rendőrök. Bejelölöm, jó? Nyugodjál meg, Molen. Mi vagyunk. Nézzétek meg, bejelölöm. Jelöljön. Nem tudok itt fegyvert kivenni. Vettünk egyik lap fegyvert, de az most... Jó, akkor tartsd meg a revoltokat. Jó, köszönöm. Várjatok, bejelöl, megnézzétek? Nincsen levód? Jelölt. Nem, adtam neki levód. Szállj vissza, majd nincsen neked levód? Én bekerültem előre, hogy? Várjatok. Na, jelölt? Jelöltem. Az ott mi a gyás? Húha. Jó van, nem kéne, oda megyünk, ha úgy van. Oké. Ott volt egy háku régen, nem tudom ki volt. Mit szólnátok ahhoz, hogyha egy egységet küldenénk hajókkal? Itt van Homis! Homis, te állat, itt vagy! Cá, főnök, beszéltünk privátba. Persze. Ez fontos. Itt már nincsenek privátok, fiam. Mi van, Homis? Kéne szerezünk melléniket, srácok. Mellénék a szomorú lesz. Elmondom itt mindenki előtt. Igen, mondjad, Homis. El szeretnék távozni örökle a válaszból. Nem ám, miért? Nem tudok konkrét okot adni, de el szeretnék távozni. De miért? Hát az, mert nem tudok konkrét okot adni. Nem már! Én szerettem mindenkit megjátszani, de érted. Nem már! Téged itt szerettelek. Hát én is tőle szerettelek. Ne sírass meg, Homis. De nem tényleg. Hagyjuk így, ha beszéljük. Gyere, Homis. Hozzáfőzően lehetne amúgy a Gomorrát. Nem áh! Te mié? Nem mondja, hogy mié. Nem az szokat csinál. Te állok. Ne. Miért döntöttél így, Homis? Nem tudom. Én nem akarok távozni örökre a városból. Érted? Remélem ezt a szokt lesz. A stressz mi? Ez a munka ezzel járt. Tudtad volna. Hát, igen. Igazából vállom. Igazából örökre a szébe követettek, mert egyszer most... Szegény! El akarok távozni, ölök le. De máshova nem akarsz menni esetleg? Nem szeretnék. Majd már, ez olyan szomorú! Szláva, te mit szólsz ehhez? Mi a helyzet? Most értem ide. Homis, örökre itt akar hagyni minket.
Tehát figyelj már, Homis, most amiatt, miért kaptak... Nem, nem, azért, nem azért, már gondolkoztam. Valamit mondtak a srácok itt. Nem az üc miatt, hanem már kb. Egyszerre gondolkoztam, ez nem, ennek nincs a szemű köze. És mi az az ok? Hát igazából konkrét, az így nem tudok adni, de érted, most érted, na, nem tudok konkrét adni, de nem azért. Szóval azt én értem, te is érteni fogod, amit most mondani fog. Az, hogy ugye rád gyanakodtunk úgy, mint besúgó, ezt így ki lehet mondani. Hát, és igen, most, mikor már kiderült, hogy szövetségkötés, és most, mikor már nem a finishba vagyunk, te itt hagysz minket. Ez így kicsit fura nekem. Igen. Hát, de fulla meg ilyesmi, de én vállalom mindent. De legalább idejöttél őszintén elmondani. Igen. Én szóval voltam beszúgva, ezt elmondom ezért Palinak is. Megijedheted, Homis? Igazából minek szúgjak be, mert én szeretem a csapatot, meg teljes szívemből értitek. Meg szerintem téged is, te voltál a best vezető, az összes vezetővel. Amúgy Tomasz hova tűnt? Tomasz hova tűnni? Örökre kinyírtál. Úristen. Úristen! Hiányozzük fog. Van egy kis akció, nem megbeszéljük, jó? Ja. Cik, te szerint? Tehát, hogy van egy kis akció, és utána megbeszéljük. Ja, már most akciózunk. Rendben. Nem örülök, Homis. Hát... Valami. Jó, meg... Zorsz az akció után, jó, menjünk akciózni, tudod, szét, emig érsz minden. Érzed? Vagy nekem mindent, hogy mit csináltak, hanem. Jó, de meg kell tudnod valamit. Bizony, igen. Én itt már mondtam Szlávának, de most bevallom neked őszintén, hogy éreztem irántad valamit. Mi van? A szívát, ugye félünk ki? Én is. Nem úgy értve, no homo. Érzed? Én is szeretni cégedet, érzed? Legyen ennyi elég, Homis. Én nagyon sajnálom. Én nagyon szerettelek. Ennyi. Nagyon hiányozni fogsz mindenkinek, ezt tudnod kell. Hát 10 fokon nekem nagyon hiányozni. Igazából nekem mindegy, hogy mikor lőtt a fejbe, érted most is. Nekem mindegy. Ha most fejbe lőjük, az jó Sztráva? Hát, nem tudom, hogyha belemegy, hogy akkor... Belemegy 100%-ig. Belemegy 100%-ig. Biztos ezt akarod, Homis? Úristen, igen, úristen. De akkor tudod, hogy a lelkedbe is bele kell menni, hogy nem Láncban. Helyetted, mire gondolok? Helyetszem. Rendben. Akkor mehet, Pali? Mehet. Szia, Homis. Szia, szeretlek. Én is szeretlek. Nem hiszem el. Miért kell ilyeneket csinálni? Ezt nem hiszem el. Homis, de miért? Mi tört? Homis elbúcsúzott tőlünk. Ó, értem. Így döntött. Értem. Hol vannak a fiúk? Majomék itt vannak. Jó, hát ő egyezett bele. Ezt most így gyorsan megoldottuk, de... Itt fut. Ezt így IC meg kell toldani. Mert most akciózunk. Látok mindenki a gémerkéhez, légy azonnal mindenki, gyertek. Na mi lett, Homis? Homis admin lett? Tényleg? Akkor lehet azért. De nem tudom, nem tudok erről infót. Az a helyzet, hogy Homis örökre itt hagyott minket. Gyelünk, a izé menti autóban. Mondom. Szerintem, Pali. Sajnálom. Jó ember volt. Jó, egyik kedvenc emberem volt. Hallod? Képzeld el, amikor múltkor nem tudom, azt tudod-e, hogy konkrétan a saját magát felajánlotta, hogy bemegy azok közé az állatok közé. Szerintem már ott is ezt tervezte. Gyerek mindenki, hello, ott hátul. Velte meg a gyors. Gyerekek, tapsoljuk meg Homist, hatalmas RP-s volt. Nem lett admin? Akkor nem lett admin, Johnny. De tapsoljuk meg, Homist jó emberünk volt, jó RP-zett, vicces volt. Azt írt ide, hogy kapott 4000 közmunkát, tényleg? Bakker, köszönjük Homisnak, imádtam ezt az embert. Meg most is imádom, csak így cím, hanem. Én sem bírom tenni, srác. Azok mit csinálnak, hogy hívjam el ide valaki. Mi is, srác. Jó volt. Köszönjük Homisnak, óriási ember volt. Gyerekek, hát komolyan szomorú vagyok. Jó van, nekem mindegy, hogy gyertek már. Gyertek. Köszi, Erik. Hello. Kedves vagy. Na, uraim, ha mindenki itt van, arra kérjenek, hogy a térképet nyissátok fel, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Keressétek meg a bányát.
A bánya fölött van egy gyárépület, bent ilyen ő, úgymond szorosban, ott a hegyeknél valahol. Olyan 2-3 kilométerrel a bányától fölfele. Igen, azt az épületet terület. Látjátok? Jobb oldalt, igaz? Így van. Van. Ott vannak most ezek az... Nyomjatok egy lájkot! Nem lesz a lényeg. Az a lényeg, hogy azt találtuk ki, mivel oda csak egy bejárat van autóval, ezért az biztos, hogy le fogják védeni. Szia, Jozi! Ezért néhányan beszállnak helikopterekbe, a többiek kocsikkal elindulnak a hajóbérlőhöz, kivesznek kétszemélyes vagy háromszemélyes hajókat, és egy 10-15 ember hajóval hajós támadás hátulról azt a helyet. A többiek pedig helikopterekkel. Viszont a köszi Zsolt, ugye jó az a baj, volt, hogy ő, köszönjük Komisnak ezt a három hónapot. Tehát, hogyha gáz van a helikbe, és nem tudtok rendesen lőni, vagy kifüstöl a heli, akkor repüljetek egyből át a hajóbérlőhöz, és gyertek ti is hajókkal. Így világos mindenkinek a terv? El kéne osztani, akkor kétfelé a csapatot a két irányító között, az kész. Egy kérdés gyors lehet. A hajósat vinném. Igen? Figyelj, izével oda lehet menni cross motorra, mert az fel tudunk menni a hegyekre, és le is tudunk menni. Ezt akartam mondani, ha vannak ilyen vállalkozó egyének, akkor kamacsók meg a cross motorok játszanak. Én megyek cross motorra. Hogy mennyire lehet ezt a helyet megközelíteni, mert Eddie csak egyszer voltam. Ez már Call of Duty. Ilyen meredek rész. Nem, van lightosabb verziója is. Jó, akkor igen. A hajóshoz, én azt elviszem a hajós jó, népet, csak akkor kéne 10 magadnak, ember mellé. Magadnak egy 10-12 embert, őket mit félre, a megváltós adnak ki majd kocsikat a garázsból, és akkor ti majd lassan indulhattok is, a többiek pedig maradnak itt, és mi pedig helikopterezünk. A helikopteres egységet fenegyere fogja majd irányítani. Nagyon jó irányítanak a srácok. Sajnálom, Amis. Igen. Meg kéne nézni a helivel a hajóbérlőt, mert lehet, hogy őnek is van annyi eszik, hogy ott azt is védjék. Persze, pont ezért még akartam mondani, hogy a helikopteres egység majd szépen előre megy. Kapott 4000 közmunkát azért, az szegényként. Az épület partszakaszt, illetve a hajóbérlőt, hogy nincsenek-e ott. És utána fogjuk nektek rádión leinfózni, hogy jöhettek-e vagy nem. Meg a hegyeken is szétnézhet. Így van, de úgy kell csinálni, hogy el kell szeparálni a helikoptereket. Tehát a helikopterek a bánya melletti partszakaszon gyülekezzenek. Hashtag Homis, köszönjük! Hashtag Homis, köszönjük! Hogy legyenek úgymond ilyen izét. Izé, mondja a Kevin is, mit akart? Nem Kevin vagyok, Ecsim vagyok amúgy, de ugyanazt tudok nézni. Kevin elhalálozott. Hallodom is? Te is fel, gyerek, mint két akcióvezető, külön-külön menjetek. Hát, hallodom is? Mondjad. Voltál a boltban, Bambi, nem akarsz? Hát, dobjak. Na, akkor izé, a Slady-t, meg a Conti-t. Utána pedig hashtag Tomás! Tomás is nagyon jó volt! Meg a Petty. Tudok adni kaját bárkinek, kinek kell. Gyertek. Na, akkor Geronimo válasz magad mellé 10-12 ember, és menjetek el a kocsikba. Nem, van, köszi. Van, köszi. Biztos, köszi. Jó. Vezetnék megint egy helyet. Dominik? Van kaját? Fiúk, mi követjük a parancsokat, jó? Van kaját vagy valami? Mester, gyere, már hallod? Gyere, megyünk. Na, értem. Ne. Na, nekem sincs, és mindjárt végem van. Kinek kell kaja? Na jó, akkor megkérek mindenkit, foglalja el a helyét az autókba. 65-ös... Itt vagyok. 65-ös tajszám. Hol? Itt. Ez kemény rész, Chet! Ez kemény! Így van. Igen, egy kocsikat kérjetek. Csak telepjárók, csak telepjárók, srácok. Ezt a... Ez kemény rész. Ó, kösz szépen. Fiúk, van kajátok? Van nálatok kaja? Hát van egy kakaó csigám, adhatok neked. Köszi. Lehet bótba el kellene menni először. Nem tudom. Fogadd el. Jó, köszönöm szépen. Nincs mit, nehogy itt éljen haj nekem. Köszönöm. Hány gyerek? Hány helikopter? Alikám, gyere! Megyek. Gyere! Izsia, Dani hol van? Kápi, van nálatok? Bishop Tomás Homis! De nem kell pénz a hajóbérléshez. Valia Bishop az egyik megváltoztak, hogy kérjen le izéket, helikoptereket. Persze. És ide parkolja félre. Egyik megváltós kérjen le helikoptereket és álljon oda a teniszpálya elé, jó? Egy három helikoptert. Vállalom. Bishopot is tapsoljuk meg. Hashtag Bishop, így van. Hát ez szomorú. Ez egy ilyen játék. Milyen autó kell nektek? Mit van? Milyen autó kell nektek? Sok személyes, raptor. Raptorok, jó, meg ide jönnek a helikopterek három is. Raptor, jó? Jaj, három raptor, köszönöm. Helikopterből mennyi kell nektek?
egy pilót és két darab. Kantáros! Igen? Helikopterbe mennyi kell? Most hármat rendeltem ide. Ott, akit látsz. Köszi, Jozzi! Most itt maradtak, kb. Mindenki izébe jön. Köszi. Hát egy olyan 7-8 darab szerintem. Jó, jön. jó, szólok. Fali, marad még itt egy kicsit légy. Elfutottak arra. 7-8 helikopter kell, jó? 7-8! Fali, egy pillanatra marad még itt. Itt vagyok. Gyere. Jó, akkor autókba elég ennyi a többi heli. Jó, figyelj, vezetek, én jöttem mögém, jó? Nyomjátok egy lájkokat, tehát live, köszönöm. Aki csatornatok lesz, 2 dedikáló kártyát kap. Igen. Gyere, Toxic. Szeretném bemutatni őt is, bár őt már is ismert kell. Köszönöm, már ismert kell, csak azért mondom, ugyanolyan csak azért keltem fel, hogy tudjam nézni. Teljesen mindegy, miben vagyunk, és szeretném bemutatni. Úgyhogy szeretném, hogyha őt is ismernéd, és 100%-os bizalommal fordulnál hozzá is, jó? Rendben van. Én ismerlek már régről, Toxic vagyok. Ő emlékszel rám a farmról? Te emlékszem, az milyen régen volt, azt a... Hát én basztalak ott le. Tényleg? Azt a... Nem neked ültem az öletbe? Hú, tényleg még emlékszem arra, szerencsére. Hogy örültél neki? Na, mert Palikám gyorsan ügyesedjé. Menj a izébe, Danival, jó? Rendben. A izébe. Megvan már ki bennem is? Megvan is emberes? Nem tudom ki az a Dani. Vezetem. Figyelj, szerintem üljön be a... Vagy vezetek én, és üljön be mellém a fene gyerek, meg a Palik. Jó, oké, és én meg megyek izé admirálékkal, jó? Jó. Nézd meg, mit csinálnak ezek a bánok? Hoznak 7 helikoptert. Jó, csak nézd meg, mit csinálnak. Azt a... Aztán figyelj oda a balagad le, jó van? Rendben, megpróbálok. Megpróbálok nem először ki meghalni. Akinél van Combat MG, akkor az hátul üljön a helibe, illetve fel egy gyerek, te majd gyere velem. A Zsék, mit mondasz? Te majd gyere velem, majd én vezetek. Figyelj, hát nem tudom, az este vagy az este kimártam a... Holnap is lesz live chat! Kinek? Te hova mész? Hát én úgy gondoltam, hogy akkor vezetek én is, érted? Ja, akkor vezess te, akkor jó, hát akkor vezess te az ölök mögét. Én meg jó, akkor. Jó, oké. Na, de viszont nem tudom, elmondtam, hogy megvan a rádión háromszor, hogy tömik a heliket, de nem látom, mint a... Mint a ülének beérkezt. Hát most szálljunk be, gyere, válaszunk egy helit, aztán... Mi mivel vagyunk? Jó, figyeltek. Itt egy, gyere, Palik. Hát, semmit nem hallok, most utat. Helizünk egyet. Megvan a koordináta mindenkinek? Igen, hát ő elmondtam az előbb, szerintem megnézték. Jó, szuper. Gyere, szállj be. Nekem viszont majd jelölt, mert nem néztem. Nyomtam a rádiót, mivel megyünk? Így, hogy üljek hátra, nem game. Hátul akarsz? Aha, Combat MG van. Jó. A csáfi. A srácok, a helyszín, figyeljetek, a bánya fölött 2-3 kilométerre van egy ilyen épület. Ott köszönöm a sok támogatást, tagságot, lájkot, feliratkozást, kedvesek vagytok, köszönöm ez szépen. Na nézzük a harcot! Harc hát legyen a harc a Gomorra! Mondjad meg! Ez a Human Labs, nem? Ahol volt a régi összeszerelő hely. Persze. Melyik? Lesz a tagfelvétel. Hát, amit mondasz. Itt volt az AK egyébként. Ott, hát ott, ami most hát van nagy, nagyon az... régen a kis AK volt ott található, most nem régen. Hát én most le vagyok kicsit szomorodva, ha lehet így mondani, Tomás, Homis meg Bishop miatt. De ez ilyen játék. Na, rádió, akkor kezdjük el megtölteni a... Harc! Na, a rádió heliket tömjük, akkor szálljunk felfele, jó? Köszönöm. Na, fene gyerek, mi leszünk a felfedező helikopter, okay. Szóval mi induljunk el. Akkor indulok. Rádió, a többi helikopternek üzenem, hogy a bánya melletti partszakaszon gyülekezzenek, jó? Egy ödörköz munka OC-ban nagyon sok fiú. Fegyrek, hogy menj ki partra, és a parton menj végig, és a hajóbérlőt csekkoljuk le, hogy nincsenek-e ott. Vizet tudtok adni, fiúk? Adok. Zseróti, merre jártok? Kivagyok száradva, így van. Köszönöm szépen. Egészségesre. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Eléggé fenyegetőnek jött az üzenet.
Azóta valamit írtak? Nem. Ávegomorra, ennyi. 66 óra. Tudod mit, Pali? Küld nekik egy SMS-t. Igen. Hogy az Area Boys az veletek van, fiúk? Ennyit írja neki. Micsodát? Az Area Boys az veletek van, fiúk? Area Boys? Így van. Csak ennyit írja neki. Kíváncsi vagyok, hogy erre mit reagálnak. Azt írták, hogy meg fogunk halni egytől egyig. De mire? De mégsem, most küld, most épp most írtok egy SMS-t. De leírtam nekik ezt, amit mondtál. Jó, már várjuk, hogy mit írnak. Mi a szám egyébként? Mondd már a szám. Mondom. Közben sasoljunk. Nagyon figyeltes, kacok, majd nem tudok beszélni, jó? Mert jó, jó. Egered, hát, egered. Beszélek helyetted. Egy autót látok. 25-29. Aha. Azt nem ismerem. Jó, menj tovább a hajóbérő fele, most egyelőre még csak itt elrepülünk. Egyetlen egy autó láttam. Srácok, most repültünk el itt fölötte, egyetlen egy autó van itt eddig. Annyit írtak, hogy nincs velünk. Itt van a heli alattunk, a heli egy romos heli. Igen. A parton van készenlétben egy heli, most száll föl, követ minket. Jó, csaljuk vissza őket? Csaljuk vissza őket a többi helihez. Itt van még egy heli jobbra. Ránk fordult, komorás heli. Na, követ minket, de nyugi. Igen, nyugodtan. Jó vezeti a helikoptert. Jó, ezek helikopter... Azt a me... Azt a... Mi ez az égbe, chat? Mi ez az égbe? Van egy érzésem, hogy ezek csapdába akarnak csalni minket, azért előtték meg azt a helyet. Csak helikopterre vannak ezek? Kromos helyre tűzparancs, jó? Fordulj meg, mert a mieinket már elhagytuk. De fölöttünk milyen izé van? Szerintem ez a bomorrás. Ne, az kromos. Nem kell a baték! Tiszta, tiszta, de alig volt ott ember bent a gyártelepen. Így nem lő, jó. Sztok, hol vagytok a helikkel? Jó, minket két helik követ. Gyertek a helikkel. Kemény. Na, tippeljétek meg, mikor halok meg, hány perc múlva. Azt a... Skacok, minden egyes helit kérek szépen a far felé, és onnan indulunk a korályba. Ugye az egyszer. Azt a... Kettő perc. Az a baj, helikopterben nem tudok lőni, nincs szélkeresztem. Amint elkezdődik a csata. Ez milyen helyi, velünk a halatunkba? Nem látom. Megfordulok, akkor daráljátok. Várj, mert még közelebb jön. Ez fekete, nem? Ez fekete, nem ilyenkor. Ez velünk van. Ja, fibes. Az a baj, nem tudok lőni, mert nem tudok célozni. Én sem. Csak két helünk van? Amelyik? Mi a fasz? A többi helyen. Tudok, ha lőni kell, akkor majd úgy fordítsd, hogy tudjak lőni, tudok. Csak ő kombáttal okay. Fog lőni. Na jó, menjünk mi, menjünk alim is. Okay, menjünk alim is. Ma lett amúgy egy elit tagunk, vagyis Niki a második hónapban is elit tag lett, köszönöm szépen neki. Köszi Félix, ott a majom is, túlélem. Majom mindig megment. Ott a majom is túléled, Bék. Vagy pikat, mindegy. Kemény lesz. Tűzparancsára itt, aki vele lőjétek, lőjétek. Darált meg. A kombatta darálják. Azt lövik. Kombatot kell majd venni. Innen előrőt revóba tudok lőni? Hát az a baj, nem tudok célozni. Ja, célozni van. Ja. Az lezuhant, letette. Nem tudok így chat, nem tudom, hogy hol. Egy célzókával is nehéz lőni. Na most oda csalnak minket? Aha, ez leszáll. Följebb, ne gyerek, följebb. Aztán, szép volt.
Ezt, ez a kombatos, ez egy állat. Ez egy állat! Az egyik rómos eléjük leszállt a gyárépületnél, valószínűleg bent vannak. Bent vannak az éve, hol. Köszönöm, Niki, nagyon kedves vagy. Ez a helyi kérdő, nem pedig balra. Nem halok meg, de innen helyen. Ez sincs, lőjétek ezt is! Ez gomorrás. Egy kiesett, fordítsd be. Füstölünk. Az zuhan. Jó, mennyi börtönhez kiveszem a helit. Az lezuhant. Börtönfele. Az lezuhant. Azt kiszedték, ez szép volt. Sziasztok, az nagyon szép volt. Gyerekek, ezek... Ez, de inkább mennyi reptér, mennyi, mert máshol nem megy. Átadj, mert nem repülünk el. Akkor itt 10 éve. Akkor itt veszünk ki autót és elmegyünk a farmos reptérre. Szállj le. Az gomorrás volt, mi fekete helikopterekkel jöttünk, mindenki. Igen, igen. Ne, menjetek vissza a izéket, lőjétek a rómosokat. Szökjünk ki. Kacok zöld heli, meg rómos heli dara, jó? Gyertek. TD fullos, ugye Pekta heli. Az a baj, hogy így nem tudok célozni. Sziasztok! Köszi, hogy itt vagytok! Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, lájkokat, megosztásokat is köszönöm. Mennyi bajnok arra elivel, segítsed őket! Valiam, hogy a helikopteretekből van páncél? Nincs páncél, azt hiszem. Azért mondom, nagyon van. Nagyon hamar ki lehet őket lőni, sajnos. Azért semmi esélyünk nem volt mutka egy rendőrségi helikopter ellen. Jó, megyünk is, katok, megyünk. Megyünk, most megyünk el, más helyet van, miénk egy lett is. Szerverre si lesz a diszko, ez biztos info? Aszta. Hello, szia Ákos. Valóban szállj le, ahol lehet is szállni, jó? Ábel így bannóval lesz-e? Köszönöm. A tagokra is vonatkoznak a szabályok. Na, nyugalom. Köszönöm, aki tag, de rájuk is vonatkoznak a chat szabályai. Asztal. Katok, zöld helivel mi leszünk, ne lőjetek rá, jó? Köszönöm. Szállj be, Pali. Oké. Okay. Most a bal oldaladon van Prakt, fene gyerek. S1-2 lesz le restart. Köszi Geri. Köszi. Köszönöm, hogy itt vagytok. A VLS oldalát nézzétek meg. Köszi Félix. Kedves vagy, köszi. Félix ad mindent amúgy. Még egyszer mondom, zöldkeli mi vagyunk. Köszönöm. Hello, szia Anita. Nem, itt tényleg nem olyan egyszerű lőni, mint hiszitek amúgy. Ott van előttünk, figyeld meg. Tök jó, hogy nem crash-elünk már. Nem tudom lőni. Köszi Indibro Studio, kedves vagy, köszönöm. Köszönöm a tájékoztatást. Nagyon ügyesek a srácok, nagyon-nagyon ügyesek. Nem tudok rájuk lőni. Ez mi, geci? Lőnek minket nagyon, már füstödlünk megint. Jó, menjünk el, hajóbérlő. Hajóbérlő. Azt ezek, gyorsan kifüstöltük. Lesz most sorsás kettő is eddig, mert az egyik tagunk felajánlotta. Bakker, ezek nagyon jönnek ránk. Hol vannak a többiek? Füstölök. Ott van fönt, látod? Ott fönt azon a kis hegygerincen, tedd le a helit.
Mitom van? Tonét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok korúban, ezt kitenni. Várjál, kusz vagyok. Csak S1-es 2 lesz resi. Szedjétek ki azt az aranyhelit! Na. Fussá, ura! Várjál. Nézetet kell váltani. Nem tudok futni. Gyere, Fali. Megyek. Fali, egyet ugorjál. Bemegyünk a hegyre. Van, nincs gépjárművünk. Ők csak helikopterre vannak? Nem, szerintem ott vannak még lent a gyárépületnél, csak először itt kell őket kinyírni. Jó. Belső nézetben, mert csak így tudok célozni. Ott lent kik vannak? Velünk vannak? Szerintem igen. Kapom mindjárt golyót. Ott vannak fönt. Óvatosan, Pali, le ne essél nekem. Dugd ki csöcsöd. Srácok, távolság mindig legyen, távolság. Dugd ki csöcsöd! Nehogy megint oldalba szedjenek. Most lefeküdt, vagy meghalt? A hajóbérlés felől nem... Az a baj. Hát mi is vagyunk, de relatív. Nem tudom, hányan vannak ott. Sziasztok! Ott mi az a kocsi fönt? Az az autó nem velünk van fönt? Az autó velünk van? A tetőn, Raptor. Van egy Raptor. Figyeljetek, itt oldalra, fiúk! Azt nem lőttem le? Bakker! Azt eltaláltam pedig, ha benne volt a célkeresztbe! Nem kell lopdáti! Nem kell lopdáti! Kérem szépen. Dugd ki csöcsöd. Most dugd ki! Dugd már ki, te állat! Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem kapják. Én is azt nézem, hogy nem kapják. Nem kapják ezek az állatok. Lehet, hogy lent ereszkednek. Hú, dugd ki csöcsöd! Hátra engedsz, esküszöm, felfutok. Ott megy fel a gyerek. Mennek fel a raptorhoz. Mennek fel a raptorhoz. Menjünk, nem? Mennek fel az autóhoz. Az ellenünk van? Most azt nem vágom. Na hát! Lecsúszok itt a hegytetőn. Az lehet, hogy velünk van, nem? Nem viszel odáig, azt mondjátok? A legtetején, a legtetején nem mi vagyunk, de most futtunk fel a legtetejére. Jó, akkor nem mi voltunk. Feljebb célozzat, köszi. Na most tovább bírom. Az a baj, itt nagyon nehéz megkülönböztetni az embereket amúgy. Fent lesz meglepetés, hogyha kicsit szórodjunk szét.
hol fogom menni. Mazdani, te állat! Nem tudom, hogy kivel van. Ezek velünk vannak? Hú, bakker, de megijedtem. De megijedtem. Tiszta fiúk? Aha. Egyetem, mi vagyunk. Nem tudok akkor célozni, ha másik micsodába vagyok. Jó, akkor raptorba bakker. Nem én haltam meg először. Gyertek. Aki tud, az üljön be, és akkor le vagyunk segíteni. Bent. Akkor itt fönt meghaltak? Hát is a... Te gyere, akkor az motorra. Az évvel a motorra? Na mi a helyzet? Átszállok akkor az egyik motorba. Jó, rendben. Hogy örülök én. Toxic hol? Hova viszed a motoromat? Itt van Toxic benne az autóban. A másik kapaszd meg. Itt is van egy hulla. Merre tudunk itt levenni? Itt menjünk? Nem tudom, hogy a többiek hol vannak. Lent harcolnak. Mi itt le kellett szállnunk helikopterre, és itt voltak fönt a hegyen. Mindegyik helikopteresünk leszállt, fiúk. Ajaj. Menjél, megpróbálok itt óvatosan. Nem tudok, nincs most célzóka, ezért rá kell közelíteni így, hogy legyen célzóka. Vagy berajzolnám a célkeresztet. Teku, hol van? Köszönöm, hogy itt vagytok. Meg lesz van 310 csatorna tagunk, chat! Köszönöm Teku, szépen. Aki mindig itt van és élvezi a live-okat, kap dedikáló kártyát, aki tag lesz. Kettőt is, használhatja az emótokat, támogatja a munkásságomat. Köszönöm szépen. Az a baj, nehogy lelőjek olyat, aki nem velem van. Vagy, na, aki... Megint elárultam magam. Aki velem van. Ott... Ja, a motoros velünk van. Aki bekövet Instán, megköszönöm Nazdai 0411. Lesz megváltós pólókos nyereményjáték a héten. Érdemes követni. Óriási harc. Ah, látom őket. Ezek itt vannak, jó bevédték. Hello, Béci. Ott vannak az udvarom. Látod? Ahol a helikopter van? Itt vagyunk. Aha, az minden emi. Haszta. Ott vannak bent a... Hol lehet... Most még régebben lehetett fegyvereket csinálni. Ezek benn vannak az épületbe. Belőszer. Így meglőttek valakit. Ja. A heli fölöttük lő. Köszi, nem, majom barátom, persze bejött a korító, a gomorra van, és bementem Lambóba, és nem szétlőttek. Johnny, te állat! Johnny, már másodszor a halsz meg! Te állat! Próbálok valahogy szép útra menni. Donét érkezett, ezt nem hiszem, mert teljesen ki vagyok korúba, lehetünk elvíteni. Elindultam nektek segíteni, majom barátom, persze bejelölte a kordót, ahol a gomorra van én. Bementem Lambóval és nem szétlőttek, kiégek. Önek? Baszlak, lőj a heli. Igen. Ezt ki kéne szedni. Igen. Nekünk van még helikopterünk a levegőbe? Ez durva harc. Ez nem kell obbáti! Nagyon sokan jönnek itt helikopterrel, szerintem nem mi vagyunk. Hello, hello! Mennyien vagyunk még bent? Bakker. Max 120. Ez nagyon nagy háború. Bakker! Kidurrant a gumi. Hát kéne menjünk egy publikhoz, hozni motorokat. Akinek van.
megy ez így is. 8 szellemi, ezek helikopterre, ez durva. Itt megadta magát. Hűget. Kiszállás. Itt nagyon nehéz irányítani, ha így lő az ember, mert amúgy nem tudok célozni. Nincs M4-em, az csak oda be van rakva, de nincs M4-em. Látjátok? Nincs M4-em. Ott van felettünk. Az embert akartam kiszedni! És ezek hol vannak? Ott mennek. Bakker, bakker, bakker. Elfogyott az energiám. Bakker, bakker, bakker. Bakker, bakker, bakker. Jó, oké. Hátba lőttek! De tovább éltem. Szét voltunk szóródva, ez meg utánunk jött, azt ennyi. Ennyi. De sokáig értem most. Tudta. Hamis, te állat! Jaj, de most tovább írtam. Tényleg lesz egy Steam Cult sorsolás, jó, hogy mondod, mert kaptam egyet az egyik nézőtől. Jó, de azért izgalmas volt. Tagot ne, Niki, tagot ne. Azért izgalmas volt, ne mondjátok, tovább írtam most. Nem, srácok, már le voltam lassú, nem tudtam már futni, nem volt energiám. 13 perc volt, köszi Ákos. Ja. Milyen Steam kulcs? Azt is írták, hogy milyen játék majd a live végén kisorsoljuk, jó? Ez egy nagyon jó RP volt, ez azért tapsot érdemelt, köszi, köszi Félix. A Gomorra, a szövetség. Nagyon jó volt, a csapatom is nagyon jó volt, köszönjük mindenkinek. MBS-esek voltak. Amúgy lehet, hogy a zsaruk is beszállnak megint, nem? Ha lövődöznek, kijönnek a zsaruk is. Nem tudom, mennyi zsaru van. Ja, most nem tudom megnyitni. De a többiekkel maradtam, mentem utánuk. Fejlődünk. Megesik az ilyen. De majd vissza, nézzétek vissza, körülbelül fel fogja dolgozni 11 évfélre, de változó amúgy, hogy mikor dolgozza fel. Köszönöm a támogatást. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Tévedtem. Nem tudom, hogy a többi. De ez most leszállt ez a helikopter. Az ott rendőr! Az ott rendőr szembe. Nem? Köszönöm, Karolina. Itt ez egy rendőr itt. Hátba lőtte! Látjátok? Köszi, Félix. A rendőr hátba lő... Az rendőr? Hátba lőtte. Hátba lőtte. Ott van. Ennyi. Az emberemet, vagy nem az én ember, a szövetséges hátba lőtte. Azt a gyerekek, ez ennyi. Ez ennyi. Ez ennyi volt, chat. Karolina, nem felejtettem el, jó? Oké? Köszönöm. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen köszi, Félix. Azt a gyerekek, ez nagyon kemény. Segításkára. Ez nagyon kemény, srácok, lányok. Köszönöm a támogatást, Félix meg Karolina. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen mindenki, hát hullunk. Hát ez ilyen játék, srácok. De a zsaru hogy hátba lőtte, nem? Az kemény volt. Asta. Amúgy nagyon jó taktika volt. Tényleg helikopterre körbevettek minket. Volt voltak a hegyen is, voltak ott bent is. Elég jó, jó volt ez az akció. Hamis Tomász és Bishoptól búcsúztunk sajnos. Úgyhogy kombátot kell venni a helikopterbe.
Instázlak. Aki megjön Instám sztoriba, meg szoktam nézni amúgy a sztorit, köszönöm. Kedvesek vagytok. Köszi, köszi. Várjátok meg közben itten akkor. Most mi lesz? Hát föléledek azt a vége az RP szálnak. Na, majd folytatódik valahogy tovább. Köszönöm a sok követést és említést. Valaki meg is jelölt, köszönöm szépen neki. Jó. Tényleg mi történt, hogy meghaltál? Majd nézzétek vissza, nagyon izgalmas volt az elejétől. De Laci, itt nem az a lényeg, itt nem mindig a harc, ez egy RP, ez egy szerepjáték. Idiótának titulált röhögésed. Akkor nem értem, miért vagy itt, drága barátom. Nem tudom. Kár, hogy nincs vadászgépetek. Igen, az jó lenne. Aurelio, őt nem tudom, hol van amúgy. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Köszönöm a 2000 lájkot. Legyen másik háku, az jó. Az jó ötlet amúgy. Jó lenne egy másik háku. Mert ezt nagyon sokan tudják. Látom, nézelődni. A 100-as nézegetem közelről. Nem hiszem, hogy a Gomorra a rendőrökkel van amúgy. Ilyenkor zsaruk kijönnek. A másik helyszínre is kijött amúgy, nem? Másik helyszínre is kijött. Na, connection van. Connection van. Na, ez most biztos bezavart egy kicsit. Két nappal, holnapig nem lesz. Dávid, láttam. Kitartást. Kitartás, kitartás. Új ruha, új háku, minden. Mert ezt már tudják. De azt is 2-3 nap alatt megtudták amúgy. Igen, igen, igen. Homi sok közmunkát kapott, azért biztos azért lépett ki. Szegény Homi. Ide jöttek a rendőrök harmadik félként, azt kilőtték. Kilőttek mindenkit. Kérdés, ki hívogatja őket? Ez az, Laci. Ez az. Hogy ki lehet az. Igen, a zsarúk jöttek, aztán ennyi. Mindenkit lelőttek. Hátba lőttek. Ja. Lesz felvétel? Megbeszéljük chat, valaki jönne RP-zni, aki elmúlott 18 éves? Srácok, lányok. Mert az a helyzet, hogy lesz felvétel. Jó, megbeszéljük itt Tonival, meg Szlávával, hogy mikor lenne a felvétel. A másik kérdésem az, nem azért lépett ki, mert tényleg kb. Egy hete itt. Ja, értem. Értem, Johnny, köszi. Köszi, köszi. A másik kérdésem meg az, hogy live-ba legyen a felvétel, vagy live-on kívül. Nem tudom, hogy live-ba esetleg látnám. Mert mondjuk élveztétek. 17. Na, hát ha nagyon jó tudjátok RP-t, meg tudjátok a dolgokat, akkor lehet. Nagyon, nagyon sokan, mondjuk ti is hallani tudjátok. Kráj, egy kicsit ha 16-17 és nagyon jó értetek, meg komolyan gondoljátok, akkor lehet, hogy el tudjuk ezt nézni, de igyekszünk tényleg 18 pluszos dolgokat csinálni. Itt vannak a zsaruk. Ez hihetetlen. Főszednek szerintetek? Akitől a revút kaptam, remélem nem emlékszik rá. Köszi, köszi. Legyen egy egész live arra számba? Hát, nem tudom. Köszönöm a 2000 like. Csak ne legyenek besugók. Hát abból sosem elég. A besugókból sosem elég, chat. Jól vagyok, köszönöm. Holnap is 6-tól 9-ig lesz live, jó? Oké, és tényleg Homis itt van. Homis itt van nálunk. És megjöttek ők is, a rendőrök. És Homis itt van. Homis, te eldátázva a rendőr. Szegényke. Szegényke, szegényke. Azt mondták, van tégla. Igen, ez egy nagyon jó RP volt. A mai videót majd nézzétek meg, légy szíves. Holnap lesz live, igen, igen, igen. A héten azt hiszem minden nap igyekszek streamelni most már. Jó, tegnap nem volt. Köszi István. A 31 évesre lehet. Pedig múltkor is érdekelt benneteket amúgy, hogy live-ba volt. Nyomozás akkor lesz, ha Komi ráér. Mennék nagyon csapatodás, hogy nem tudok játszni is. De szóval jó. Hát igen, Gyuri, azért szoktak ugye frakciókba jönni meg minden, ha van kedved felvételhez, majd gyere. Semmi baj, Béci, köszönöm szépen az 1000 forintos támogatást, kedves vagy.
Ja tényleg, holnap bankrablás beszéltünk, nem? Itt a srácokkal. Itt a szövetséggel. Mennyi embert vennénk fel? Hát egy tízet lehet, hogy fel kellene venni. Nem hiszem el, teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Köszönöm. Sziasztok! Bocsánat, hogy késtem. Jó ez. De viszont örülök, hogy nem lesz végünk így, hogy van erősítés. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. 31 évesen Benny, is változóban lehet jelentkezni. 9. Húha. 100 milliós donét nincs. Azt hiszem forintban 100 ezer a legnagyobb. Pénznemenként változó. Euróba többet lehet, nem tudom. Nem, most fegyvereket kell, hónap szerintem ilyen fegyverbiznisz lesz, meg ilyenek. Aranyrevú megvan még. Az a helyzet, hogy azt csak akkor fogjuk elővenni, amikor nyomozás lesz. Jó étvált, aki eszik, hogy hogy tudsz rá... Igen, Józsi, tényleg. Igen, lesz majd olyan, akkor mivel fogunk olyat csinálni, hogy melyik betű mit jelent RP kezdőknek, jó? Meg a szabályok ismertetése, akkor mivel szeretnénk egy ilyen videót csinálni nektek, hogy aki kezdő és szeretne elkezdeni RP-zni, hogy melyik gomb mit csinál. Ja, nem tudom, hogy nyerni fogunk, ez még kérdéses. Kérdéses. Hányan vagyunk a frakiba? Hát most nem sokan. Szerintem egy 15-en kb. A 40, mert 40-en voltunk. Kemény. Jó, ez egy jó RP volt. Tényleg ahonnan kezdtük, még buszsofőrként, nagyon durva volt. Elfogod kezd 1000p-t? Jó. Így van, Jolly. Jolly, köszönöm neked is a második hónapi tagot, most loptál át szerintem. Most 15-20 embert fel kell venni, igen. Jók amúgy, tényleg, mert Tomász nagyon sajnálom. Nagyon-nagyon sajnálom, mert nagyon jó volt. Tényleg ő a kezdetek óta itt volt. Emlékeztek? Tőle kaptam az autót. Tényleg az első autó, amit ajándékban kaptam, tőle kaptam. Aztán... Homis táncolt nekünk még ott. Na mi van itt? Látjátok? Önök is hallják ezt a fura dolgomat. Maga be van kábítószerezve szerintem. Zsele már te. Nagyon te valami. Te itt jó napot. Mit válok már Zseléme? Azta. Mi történt? Semmi extra. Te is itt kerti? De mindenhol kertem, hát itt vagyok én nap. Jó van. Menjél vásárlójába. Jó, hol van az ATM? Ott van, ugye? Menjél vásárlójába, addig itt maradok. Gyerekek, kell levennünk pénzt. Nézzük. 20 besugót fel kell venni. Benni, ne mondj ilyet. Pénz kivétele. Legyen egy 500, 1, 2, 3. Nem tudom most mi van itt a srácokkal. Bevásárolunk. Nagyon sokan itt éledzek. A majommal lehet először meghal. Nem hiszem. Nem hiszem, hogy az állat hamar meghalt. Jó, jaj. Bár bevásárolunk, lehet venni? Hamburger. Kell sok kaja. Jó, kell víz is. Vizecske, veszünk segélytáskát. Segélytáska, kettő lehet nálam, azt mondtátok, ugye? Jó. Oké, és eszünk, iszunk. 20 fél... Na, segélytáskából nem fér el 20, csak 2. Azt mondták nekem itt tegnap. Nem? Hogy fér még? Telefont is elmegyünk venni, igen. Hú, gyerekek. Hú. Telefont veszünk, így van. Igen, keménykem, mondjuk az igaz. Na, hol van ez a szállat? Hello, végeztem. Pillanat. Oké. De több mint 20 hamburgert tudsz. Ja. Nem így van, mi zsény?
Mit tervezél most? Micsoda? Mit tervezél most? Beszélsz a csapatoddal? Igen, akarok velük beszélni, mert történtek durva dolgok. Köszönjük szépen. Micsoda? Milyen durva dolgok? Hát itt el kell búcsúznunk pár embertől, meg egy kicsit el vagyunk gyengű, az az igazság. Egy kicsit csapattréninget kell tartani. Köszönöm szépen. Nincs a felvételes téma. Igen, azt már fogjuk ejteni. Ha kell, akkor szívesen segítünk, jó van? Jó, jó, az jó lenne. A sólyás fölmegyek applikációra. Jó, szuper. Még megbeszélem a Tonival meg Slával az időpontot. És akkor tartunk majd egy ilyen felvételt. Még kiderül, hogy GoPro-val egybe, vagy anélkül, majd ezt még megbeszélem a többiekkel. Jó, lenne. Akkor mennyit testvélem most így. Jó, köszönjük szépen mindent. Örülünk neki, hogy is vagytok köszönjük akkor. Mi is köszönjük, nagy megtiszteltetés. Éte, bőlkabátos, ne hallgatózom, ne próbálj. Szóval örülünk, hogy is vagytok köszönjük, aztán akkor így beszélünk ma, jó? Rendben, köszönjük szépen. Ha valami van, így hívja. Rögtön téged foglak hívni, tudod? Jó van. Pusi, szia. Sziasztok. Köszönjük a srácoknak. Jó, oké, és... Elájultam, és azelőtt, míg elájultam, eltűnt az összes GPS összes jeladó eltűnt. Az nem jó. Kis hallgatózás. Nem akar még beszélni? Mert azt ugye az volt, én visszajöttem, mert ugye ott hallottam lövöldözni, vagy arra jártam, ott volt egy sérült. És akkor ki kellett mennem oda. És visszajöttem, és mi a helyzet, gyerekek? Nektek. Minden rendben. Hogy kicsit fáj a fejem. Lövöldözés van ott aztán. Azért szóltam nekik, mennyit. Őri ki volt megint? Na, srácok, kell a csapat megbeszélés. Ott az nem tetszik nekem. Na, lopjuk el ezt a motort. Ne vidd el a motoromat, hé! Ja, ez a tiéd! Nem, amúgy. Te állod! Ne jelzgessé! Mi újság? Mi történt veled? Nem tudom, kicsit fő van, mint a fő lett volna vágva alá, vagy golyót kaptam, nem tudom. Hát egy jó sok golyót kaptál, hogy elnézlek, hát hogy lett a vér, vagy. Nagyon durva, most kötötték be, tudod, de saját felelősségre kiengedtek. Így, de igaz, rossz hiú vagy. Lassan tényleg akkor közénk tartozol. Hát remélem! Itt már nagyon keményed. És mi történt? Történt valami érdemleges? Nem? Nem tudom, nem emlékszek semmire. Te se tudod, mi? Nem, nagyon, te se, mi? Én se. Hát én ma már több dologra emlékszek sajnos, itt valamit nagyon beszél meg szívem. Hát lehet! Itt nekem nagyon szopóág volt már, érted, amit mondok. Nem sem. Szép estét az urak, nem? Jó estét! Már rendben is, milyen véres. Assza! Nem semmit, volt valami. Biztos rossz helyre téved. Ez Kobár! Hú, hát jó, most visszamegyek a bázisra, beszélgetek egy kicsit a csapatokkal. Helyes, kapjátok össze magatokat, össze kell kapni magunkat, jaj. Olyan dolgok lesznek itt, amiket te el se hiszel. Kemény lesz innentől kezdve, ez biztos. Ja, ez már most is kemény. Hát ez most is, főleg, hogy nem tudjuk, hogy miért kerültünk ide. Hát amúgy igen, félek attól, hogy nincs valamit belekevertem. Lehet amúgy, lehet. Elfogadtam tőle kólát a bázisnak. Hopp, az hiba volt. Azt mondtad egy kólát, de akkor szerintem másmilyen kólát adtam. Hát, és figyelj azért, mert néha a melbimbódat is célba veszi, úgyhogy figyelj el isre. Szereti a melbimbókat. Nekem igazán szexi melbimbó van, úgyhogy ezt nem fánk vele. Ezt vele beszél meg. Na mi van, bánatok? Mi a helyes? Én... jó. Oké, kikresselt. Most kresseltünk kicset. Na, de eddig jó bírtuk. Még visszamegyünk, mert a bázisra akarok menni. Hú, gyerekek, ez kemény volt. Kikreseltünk, mint egy vadállat. Mint egy igazi vadállat. Na, álljatok, Five-em, hol a Five-em? Itt van. Na, srácok, megyünk vissza még. Már hiányzott a crash nekem is, de most sokáig bírtuk amúgy. Jó, okés. Okés, várjátok, megyünk vissza. Five-em. Na, hogy tetszett nektek ez a stream chat? Ez szerintem is egy nagyon jó rész volt. Nagyon köszönjük a Gomorának, a szövetségnek, a szervernek, a csapatomnak, az adminoknak. Sajnáljuk Homis Tomászt és Bishopot.
Na megyünk vissza azért még a bázisra. Lesznek még hasonló jó RP-k. Többiek is gondoskodnak róla. Nagyon jó. Server 3. Már megint. Megnézzük. Megnézzük, megnézzük. Server 3. Nem tudom, hogy most a Server 3-ra dob-e vissza. De lehet. Megpróbáljuk megint. Jó. Pedig a Server 4 IP-t írtam be. Jó. Megyünk, srácok, lányok. Aki még tag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap, köszönöm. Kicsit szomorú is volt. Volt szomorú, igen. Discordon el lehet érni, de így, hogy szia Mizu, arra sajnos nem tudok válaszolni, mert nagyon... Úgy kezdjétek, ha valamit szeretnétek, jó, elolvasom, de ami ilyen, hogy szia Dani, mikor lesz új videó, nem tudok rá válaszolni, srácok, jó? Rengetegen írnak tényleg, és ne haragudjatok, nem tudok mindenkinek válaszolni. És köszönöm a 4300 nézőt, ma megyek futni, Ádám. Köszönöm ezt a mai sok nézőt, nagyon hálás vagyok érte. Komit is sajnálom, igen. Lesz majd nyomozás, ha bekecs, ha ráér majd Komi, jó? Okés? Nem tudom, ki nyert. Tegnap előtt azt mondták nekem, hogy mi nyertünk, a másik fél azt mondta, hogy ők. Itt nem ez a lényeg, hogy ki nyert. Mindig lesznek jobbak, az a lényeg, hogy egy jó és izgalmas RP-t csináljunk. Szerintem. Na itt vagyunk, megérkeztünk. Így nagyon menő, figyeld már. Rárúg a kettőt, figyeld. Nem ezt akartad nekem adni, majom? Az sem baj, hogy izé, kis izé. Ja, Altériás vérzésem van olyan, mit csinálja? Kicsit két személyes amúgy, de amúgy tök jól megy. De aranyos! Ez a kis elektromos kocsi. De aranyos! Hé, uram, nem vagy jelen, ugye? Ez ilyen mentős! Miért úgy? Véletlen hossz. Fingalom kell elvizés. Izé, Pali nem... És azt a mentautóba kell? Tessék! Így van. Láthatatlan vagy nekem egy élőre. Ja. Nálam jó. Na figyelj, majd köszönöm. Mennyibe körülbelül egy ilyen vagy? Ilyen? Ez mai értéke van. Ez mai értéke? Azt a milyen szavakat tud maga? Azt a becsáját. Kulam maga? Hát le a kalappal maga elő. Imor, ez zöldög járgánya volt. Nem vagyok mentős. Tessék, kulam. Nem véletlenül vagyok mentő. Hát ezt sem meg is értem. Ennyi. Egyétem. Ulam, szállj le a mentő autóról. Légy be, szállj le. Jó, ne agraciál oktasd le, az úr ember. Ulam. Fiatal emberre szállj le, ha izé élő. Egy ember. Szállj le. Milyen pofátlan lenni, szálljál már le. Akkor az egy fegyveres rablás. Mentősul, menjen innen, el innen mellezek. Fegyverdékig. Menjen alé mellezek. Még volt egy pofátlan. Játsszuk le. Gyorsan, ulam. Megmentem, ulam. Ezek kanibál. Nem tudom, hol vannak a többiek. Hello, szállják ki azonnal? Szállják ki. Fejezd be az őrsége. Megpróbál. Emmi, kik ezek? Sziasztok, MG. Pali, halott Pali, ennek úgy mondják, hogy MG. Micsoda? Gyere, Pali, jelen nem. Ez MG, nem látod. Kicsoda? Gyere. Ha miért majd itt az egész banda? De kik ezek? Hát a MG, gyere, Pali. MG. Fákos Kuba. Ja? Gyere. Azt ügyesek voltatok, majd nézzétek meg engem is, pusi. Mi? Hülye gyerekek. Ki ez az? Hát ez esküvő van. Jó, azta, van, gyere. Azta! Ja, itt hátul van, micsoda. Azta! Gyere, Pali, ne foglalkozzál velük. Azta! Ne foglalkozzál velük, gyere. Na, majd megyek. Lépjünk le. Tele. Azta! Ez kemény. Ezek tényleg rengetegen vannak. Ezek tényleg rengetegen... Most eltűnt a majom. Ja, jó, ott van. Ezek tényleg rengetegen vannak. Azt mit csináljak vele? Hú, gyerekek. Ez durva volt. Kit ismerek meg?
megismersz, Tomás tesója vagyok. Te vagy Tomás tesója? Te vagy az! Osta! Na, szájába összköz, gyere, gyere szájába, gyere. Hello! Pali, gyere te is. Itt van Tomás, csak ugye kicékázták, és Tomás tesójaként tér vissza. Hoppázott ragad. Kikerüljük. Mi árad be erre? Na éppen. Hát inkább te mondjad, de mi ja, árad. Hogy, ja, hogy mi történt a tesóddal? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én se találkoztam vele mostanában. El van tűnve. Nem tudod még, hogy mi van? Nem tudom, mi van a mi se találjuk, van. És már nagyon aggódunk érte. De jó! Hát jó, nektek is szól, vagy csak nekem? Csak neked. Akkor jó. Nem tudjuk bevenni szerintem, mert új karaktert kell kezdenie meg ilyenek. Izé, Palikám, tudod mi idegesít? Igen. Hogy kerültek oda a rendőrök? Ez... igen. Oda a büdös vancsba is, és... csak elmondom neked, és meg a izéhez is. A húsüzemhez. Igen, ott is ott voltak. Mert oda jött a rendőr, föltette a kezét, elküldtük onnan, elehebb is... hoppá. Elhagytuk. Erre visszajöttek és hátba lőtték emberek. Megpihentél! Miért lett a macs lesvére? Hasonlítasz a testvéredre! Ebbe is! Hogy röhög! Kössétek be magatokat! Haló, haló! A mentős nem szólhat a zsarukna? De nem. De ott nem is volt mentős. Ja. A hegyekbe. Ez kemény. Tomás Székel. Hogy hívnak téged a Tomás testvére? Ja. Én kérem szépen Kertész Zsolt vagyok. Kertész Zsolt? Azért Balátokosból? Nem. Az Kertész Géza, te állat. Ja, jó. Hát ott is van Kertész is. Rendőrök odakerülés adminügy lett, a magyarázat a mentők hívták oda. Hoppá. Kertész Zsolt. Örülök, hogy így találkozik. Zsolt, örülök nagyon. Mesélj Tomás rólunk. Örülök. Igen, mondott pár infót rólatok, hogy tök jó emberek vagytok. Na, ez tetszik. Én nagyon szerettem Tomást. Köszönöm szépen. Ez Tomás, de igen, de már másik karakter. Na, valaki már itt van. Yeah. Hello! Szia! Szervusz főnök, nem ismert a reféjét. A ruhába meg se ismersz, mi? Nem, ebben a ruhában. Ja, mi újság? Semmi, most ébredtem az intenzíven, aztán... Nem, vagy egyedül, mi is? Hát akkor... Többiekkel mi van, nem tudod? Nem tudom, a rádiót azt megtaláltam egy üzenet között egy frekvenciát, gyorsan beírtam, azt megnéztem, hogy ezért van rajta valaki. Aha, és van rajta valaki? Igen, voltak rajta. Hívd már ide őket, abban már csak a megváltókat. Szerintem nem a megváltósok voltak. Ja, akkor lehet. Kicsoda. Szerintem a ti csapatotok volt. Nem, mert azt mondta a szövetség, a hogy Tomás tesója velük van. Várjátok, nagyon csapom a macikát, egy pillanat. Hallod Zsolt, gyere már. Jó. Szép napot. Hallod Zsolt, nekem itt azt mondták itt a majom barátai, hogy te velük vagy, ez igaz? Hogy párt, vagy maga alá vesz az egyik. Ezt még nem hallottam. Ott, hogy képzett el, mondták, hogy Tomás tesója a városba érkezett, és mondta, hogy pártfogása alá veszi, vagy valami ilyesmi. Wow. De akkor majd erről beszámol. Lehet, hogy fel akar karolni, érted? Lehet. Ez érdekes. Figyelj, Tomás nagyon jó ember volt. Én nagyon szerettem, jó csinálta a dolgait, és hát nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudom, hogy tudsz róla, de meghalt. Azt a minden. Persze, sokan. Meghalt a testvéred. Sokan. Az nem jó jel. Nagyon nem örülök neki, de meg fogjuk bosszulni, ebbe biztos lehet. Hát akkor várlak benneteket a temetésre, az fix. Rendben van. Majd ha kell anyagiakba segíteni, akkor mondjad, jó? Hát azt megoldom. De ennyire tele vagy? Nem, idegenektől nem szeretnék kéregetni aztán. Ja, igen? Ja, vagy Tomás rád hagyott. Hát nem nagyon hagyott rám. Nem tudom mennyi, nem hogy őszinte rám. Legyek, nem tudom mennyi pénze volt amúgy neki. Hát azt én sem tudom, de elég szép autókkal járkált, azt tudom. Hát nekem is amikor kézed, de 3-4 hónapja ide érkeztem a városba, adott nekem egy autót. Azóta megvan és őrizem. Wow. Ja, úgyhogy szeretem, úgyhogy beszélj majd a fiúkkal. Jó, ott a majommal is, meg mindenkivel. Rendben.
aztán majd alakulnak a dolgok, jó? Bízom benne, hogy így velünk is együtt tudsz dolgozni, mert felelősnek érzem magam a testvéred halálában. Kicsit rossz is vagyok, remélem nem haragszó rám. Dehogy is. Nem te azért, tehetsz róla szerintem. Azért tudod, hogy milyen életet élt. Veszélyes, persze. Nagyon veszélyes volt, úgyhogy kétség... Sosem volt otthon, szóval. Nem csinál. Hát igen, hajtotta a pénzt ő is, meg tényleg itten azért jó irányított az embereket. Szomorú vagyok tényleg, pedig én próbáltam, én múltkor adtam neki 30 milliót is, kötse nőkre vagy valamire. Persze nem tudom, hogy mi volt bent belőle. Szerintem abból is egy kis autót, meg fegyvereket vett. Aha, akkor hajtotta a pénzt, jó van. Köszi! Jó RP volt, srácok, lányok. Jó van, akkor majd beszél, lassan megyek a városból. Aztán majd beszél meg velük a dolgokat, jó? Jó. Na megjött Rich barátunk is. Ki a Rich? Rich, te állat! Szép napot! Hallod, nem emlékszünk semmire a kórházból, remélem nem a kólába kevertél valamit. De hallod, én is az intenzíven érettem. Hát ez az, hogy veled bulisztunk lehet. Ginát kaptál. Lehet. Fegyverem, mellényem, mindenem oda. Hát ez nem meglepő, nem? Igen, azért még nem vették le róla. Gondolkoztam, mert el sem mondom, de úgyis meg tudod. Ne, hát én látom, hogy nincs rajtad fegyver. Te érted. Ja. Többiek merre vannak? Tony, Slava? Nem tudom. Azt hiszem, Tony meg Slavát elrabolták az UFO-k. Tényleg? Igen, szóval, hogy kórháznál voltak, aztán csak eltűntek. Bakker. Jó van, akkor majd hónap úgyis érkezek a városba, majd találkozunk. Mi van tele? Mivel van tele? Láza tele volt gomorrás. Én elmondom, hogy mi van tele, de az nem volt hírű. Igen, érdekes volt, hogy pont ilyenkor jelentek meg, hogy csak ilyen. Richnál van telefon? Van. Odaadod, léci? És akkor majd veszel magadnak egy másikat. Elfelejtettem venni, érted? Jó, odaadom. Zsarnok főnök, zsarnok. Simkártya, most belenyúlok a zsebembe, itt van, hála Istennek, csak telefon nincs nálam. Bulldozer is jel. Köszi. Nincs mit, ki az az úri ember itt mögötte? Hadd mutatkozzam be. Tomás testvére, képzeld. Kertész Zsolt vagyok. Én meg Rich. Csak Rich. Csak Rich? Én vagyok a csapatnak a... Kábítószer elosztója. Nem a kábítószer elosztója, hanem a... Nem, hát jó, most úgy nem mondom, balfasza. Lehogy vagy balfasza. Ne mondj ilyet, Rich! Hát a Tomály... Hát engem ő neki mindig először fiú. Nem kégedett Pali. Jó, mondjuk most csodálkoztam, hogy körülbelül az akció feléig kibírtam. Na mit mondott Tomás Richről? Zsolt? Azt, hogy egy jó ember. Á, jó ember. Ilyet mondott? Nem azzal van a baj, a munkájával néha. Köszönöm, bíztam ennek. De megbízható ember. Képzeld el, még az elején Tomásszal buktattuk le meg Szlávával, elárulta a csapatot amúgy simán. De az is milyen jó, maradandó emlék. Egyszer mindjárt sírok. Hát ilyen szép emlékeket idéz fel ez az egész bennem. Nagyon hiányzik Tomás. Majd viszek virágot meg mindent, jó? Jól van. Én megyek is a városból, jó? Majd találkozunk. Remélem, hogy fogunk találkozni, Zsolt, jó? Minél többször. Én is remélem. Jó pihenés. Köszönöm szépen. Csak elnéztem erre, hogy mi a helyzet, hogy van. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Adósod vagyok örök életemre. Hát ez egyértelmű. Téged is szeretlek. Ja, aha, kihisgél. Majd bebizonyítom, jó? Csak jeld meg! Jajajajajajaj! Jó rendben, végül is várja. Tripla X. Ha úgy van, én nem vagyok szégyenlő. Nem így gondoltam, te állam! Főnöktől nem is kért már puszit egy ház. Na, Rich, ezt mit beszéltünk? Hello, mit csinálsz az asszonyommal, te? Hello. Szállsz le az asszonyommal? Igenis. Na mindegy, Pali. Mi is köszönjük szépen a mai napot, fasza volt. Én is nagyon köszönöm, jó akciódús volt. Persze, csak legközelebb úgy kell választani. Az a baj, hogy olyan helyre megyünk, amit már, ők letartanak. Akkor a hátlányból indulunk. Így van, ez egyértelmű, el tudok helyezkedni minden. Persze, hogy a szív leszakad. Legközelebb azért... De mindegy, amúgy fasza volt nagyon a mai nap. Jaj, jó volt, köszi. Meg ügyesek voltak embereid is. Á, most kicsit tovább bírtuk. Nem, ügyesek voltak tényleg.
Most már itt van, itt kelt és Géza is. Hát igen. Bízom benne, hogy tud velünk mozogni és együtt dolgozni. Keltés. Nem az a barátok köztes csávon? Keltés. Anyád leesett a lépcsőről, tudtad? Persze tudtam. Elcsütött a banánhéjon. Őt is el kellett temetni, meg Tomás. Tomás el kellett temetni? Hát most megyünk majd a temetésére. Úristen. Én nem mentek oda? Nem, az majd máskor lesz. Hát Tomás most tudta meg, vagy a Tomás halált most tudta meg Zsolt tőlem. Úristen. Érted, erre jön a városba. Lésvétem, keltés úr. Na sziasztok, fiú. Köszönöm. Szia, Páles. Szia. Figyelj, most oda megy a hatodik. Mindjárt befosok. Most majom meg ne lássa. Letolom a gatyámat. Jaj, a majom megnézte a fehér seggem. Jó, oké. Jó, kitörlöm ezzel a nagy fával. Patörzsöl a seggem. Hú, de szúrós! Azt a... mint a csiszolópapír lenne! Azt a... te idegesíts! Fölhúzom a nadrágomat. És elsétálok gyorsan. Nehogy azt higgyék, hogy én voltam. De ez kemény rész volt, srácok, lányok. Ez kemény rész volt, úgy gondolom. Köszönjük szépen mindenkinek. Szia, Pálesz, azt mondja. Jó volt nagyon. Hú, tele van fosva. Köszönöm mindenkinek a támogatást, tagságot. Kettő dedikáló kártyát sorsolunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Ez hatalmas volt, srácok, lányok. Bocsánat. Sajnáljuk Homis Tomás Bishopot, de látjátok, Tomás testvére visszatért. Köszönöm. És jöhetnek az e-mail címek, jó? Meg a Steam kulcsot is kisorsoljuk majd. Nem sokára. Jó? Holnap találkozunk, srácok, lányok. Remélem élveztétek. Jól írjátok le. Jó. A nyertesünk az nem más, mint az első Bíró Szilveszter. Gratulálunk Szilveszternek a nyereményhez. Egy dedikáló kártya. Címet kérek szépen. Oké, és a másik nyertesünk pedig nem más, mint Tudás Dorcsi Dorina. Gratulálunk, Dorina, egy hölgy is nyert. Szia, posta címet kérek szépen. Oké, és akkor a Steam kulcs, mindjárt ide leírom chatre. Köszönjük szépen a felajánlást, mindjárt mondom, hogy ki ajánlotta fel. Jó. Kálmus, hadnagy Kálmus. Jó. Matter Gun Ship Code. Jó, ezt lehet megnyerni, aki aktiválja Steam kulcs. Mindjárt le kell ellenőrizni. Fogalmam sincs, milyen játék ez amúgy. Nem hallottam még róla. Jó. Várjatok. Az X. Y. V. 4. Jó, leellenőrzöm. 8. Jó, köszönjük szépen. És akkor, aki először aktiválja, aki kapja marja. Itt a Steam kulcs. Köszönjük a felajánlást. Szét spameltem, mint az állat a cseten. Gratulálunk mindenkinek. Remélem élveztétek a mai streamet, nagyon jó volt, akciódús volt. Köszönöm szépen a 305 vagy 6 tagot, nem látom pontosan. Hálásan köszönöm mindenkinek. Mindenkinek jó pihenést! Azért volt beaktiválva a Martin, mert már olyan gyorsak fel a Xboxon. Köszönöm, majd küld el, légy szíves, jó, azt le is kisorsoljuk. Mindenki azt mondja, hogy vittem. Be volt aktiválva, azért, mert valaki beaktiválja, utána már nem lehet aktiválni, srácok. Mindenki vitte. Igen, ez vicces. Köszönöm a moderátoroknak a segítséget, nagyon hálás vagyok nekik. És köszönjük a szervernek, a komiéknak, a szövetségnek, a gomorrának, a csapatomnak, mindenkinek ezt a jó RP-t. Jó volt. De hidd el, Martin, hogy vannak olyan gyorsak, aki rögtön aktiválja. Itt olyan gyorsan aktiválják pár másodpercen belül. Sziasztok! Köszönöm mindenkinek! Jó játékot, jó éjszakát, és a legjobbakat kívánom nektek!
Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Jó éjszakát! Jó éjszakát, kedves nézők! Köszönöm szépen! Sziasztok! Jó ét, hello, hello! Sziasztok!